Imádom ezeket a hangokat, skacok. Szeretem, amikor a játék menüjébe vagyok. Nagyon szeretem. Ez a 29. alkalom, mióta kint van a Next Update, hogy ezt a muzsikát hallgatjuk. És most már átmentünk Skellige-re. És igen, Twitch-en azért ez a cím, ami hogy aha, Yennefer, persze, Yennefer, természetesen Yennefer, mert hogy Yennefer nyomába leszünk. Nagyon a nyomában. Megpróbáljuk felszámolni azokat a küldetéseket, amik még az előző területen Novigradon maradtak, Novigrad és környékén maradtak, de ez az kell, hogy most nézem, hogy ott valaki sétált hátul. Yennefer-rel kicsit közelebb kerüljünk egymáshoz. Ez a stream továbbra sem családbarát, a legtöbb alkalommal ellentétben ez a Witcher, ez ilyen káromkodós végigjátszás, mármint hogy nem én fogok káromkodni, hanem amikor éppen olyan van, olyat mondanak a karakterek, vagy olyat írnak, az bizony én felolvasom. Úgyhogy let's go. As Yennefer of Vengerberg told it, there had been a magic explosion in Skellige. Related to Ciri's reappearance, it had destroyed a vast swath of forest. Geralt set out for the Isles to join the sorcerers and seek further clues of Ciri's whereabouts. Annyira jó. Annyira jók ezek a Witcher-es zenék. Közben amúgy nagyon szépen köszönöm Márcsia 3 hónapot, nagyon szépen köszönöm a támogatásodat, gratulál az újabb badge-hez, és Zozi, köszi szépen a 2 hónapja tartó támogatást néked is. Srácok, ha még nem pergettétek, nyugodtan pergessétek meg Árcsinak és Zozinak a szövegeket. Így van, nagyon vicces Geralt kinézetünk van. Igen, Geralt ilyen viccesen néz most ki. Bajszos, kecskeszakállas, lázadó tündehajú Geralttal játszunk most. Mert Yennefer azt várta el tőlünk, hogy öltözünk ki szépen, és én hát ezt még megspékeltem azzal, hogy stílusos hajat aggatunk Geraltra. A küldetésünk jelenleg az, hogy meghalt a király. Menj el Yenneferrel a villasztásra Kelt Roldéba. El kellett volna mennünk a villasztásra. Azt megnézem, hogy így most kiadtunk-e valamit. Ez egy így gyorsan. Valami küldetésre, hogyha nem adtunk ki küldetést. A hozzáállás miatt, Geralt hozzáállása miatt Yenneferhez így lore szempontjából, szerintem ez így teljesen rendben volt, ez a viccelődött, hogy nagyon jó az illatod, Yennefer, meg ilyenek, ez nekem amúgy tetszett. Nézzük. Én úgy látom amúgy, hogy nem maradtunk le semmiről. Egyelőre, de egy pillanat, mert ezt nem vettem észre sajnos. Igen. Meghalt a király, éljen a király. Elmentünk Yennefer szobájába, felöltöztünk.
Aha, van egy olyan opcionális quest, hogy ugye nem teljesül az opcionális quest, hogy mennyi Yennefer szobájába is ölts alkalomozilő öltözetet, de ezt szerencsére megcsináltuk. Aha. Azzal egyébként, hogy elmentem a kovácsokhoz dumálni, amiatt félelt ez az objektíva, úgyhogy gyorsan betöltöm az előzőt. Ezt. És akkor nem beszélünk a kovácsokkal. Vicces, hogy Fortnite-ban minap izét püföltem. Csapkodtam a hajót, a Witcher-es hajót. Talácskán van egy meccsönben. Nézzük csak. Küldetések. Aha. Igen, ez volt a gond, hogy lemaradtam Yennefertől. Az alternatív Yennefer még dögösebb? Na várjatok, ezt meg kell, hogy nézzem, hogy néz ki. Nyomunk egy start gombot, és akkor itt elvileg meg lehet nézni a DLC-knél. Yennefer, listák. Listákok? Nem, böngészés. Alternatív kinézése. Kinézet a Ciri-nek. Trisznek, Yennefernek. Uh-huh. Nem rossz. Nem rossz. Abszolút nem rossz. Moddal még merészebbeket lehet Yennefer-re felölteni. Mi hozott át a búcsú lakomára? Kenyér jútúró. Ja, Trisznek is van. Nekem az annyira nem tetszett. Miért nevezteted meg a szakálladat? Nem is tudom. Meg kell mondanom, illik hozzád. Tehát azt mondja nekünk Yennefer, hogy szerinte ez a kinézet, ez... What? Nem, tehát ugye ez valami teljesen más. Szerintem elhagytuk a nagyon menő szakálunkat és a bajszunkat, meg ugye a hajunkat is, meg kell mondjam, érdekesen néz ki Geralt. Ez nem a lázadó tündés, hanem ez a lázadó Witcher kinézet. Na, visszajött, jól van. Na, szóval azt mondja Yennefer, hogy neki tetszik, hogy megnöveztettük a szakálunkat. Arra gondolod. Lady Yennefer. Sir. Yennefer úrnő. Uram? My companion is Geralt of Rivia. I am honored. Hol találjuk Krakot? We wanted to talk to Krak on Crete. The Jarl will join us shortly. He's assigned you a place of honor at the table. Szeri Szoldalán fogunk ülni. Lehet, hogy ez csak paróka valójában. Hát akkor ezért a fodrász, ezért van ilyen könnyű dolga a fodrásznak. Ceres meg akart minket ismerni. Őrölt Lugosz első születte, kékre vert Lugosz. Jó, nagyon jó. És mi a te neved? Bocs, elfelejtettem. Forgive me. I remember our meeting all those years ago, but I don't recall your name. Ceres on Crete.
Crack, her da, and her big brother Yalmer call a Sparrowhawk. A Yal's daughter she is. Fat lot of good it does her. Theris is jealous, for the one among us who performs the greatest feat will be crowned king. We all know the feats are a sideshow. Our fathers will choose who will wear the crown. What do you think they spoke to Crack about? You talk like that because you're short of strength and skill. Remember when Hjalmar challenged us all to a race up the mount? You didn't stand with us then. As he buried his axe in that stump at the top to mark his victory, you were warming your chicken bones by the fire. Had my reasons for not participating, but I would have won then, as I'd win now. Now that you mention him, just noticed Hjalmar's not here. My brother walks his own. A fivérem a saját útját járja, azért nincs itt a tesója. Why don't we repeat it? I'm willing to challenge any of you, Witcher included. If I beat him to the top, venture to say that'll be a feat, eh? So you in? If the Witcher's in. Geralt? Geralt? Hogyne, versenyre fel! What are the rules? Whoever pulls Hjalmar's axe from the stump at the top of the hill. Aki kirántja Hjalmar bátyját a dombtetőn álló farunkból, az nyer. And here I was ready to puke from all the boredom. Let's go. Hát ő majd nem elunta magát. We're here. From this spot. Erről a helyről kell feljutni a dombtetőre. At the summit you'll see the stump of an oak, Hjalmar's axe buried in it. Whoever pulls the axe from the stump first wins. I'm ready. You'll start when I sound the horn. Show me what you got, monster slayer. Na várjál, én nem tudjuk megnézni, hogy mi újság. Nyomom. Nem tudnak minket legyőzni, srácok. Jaj. Jaj. Igazából akkor nem nyerünk, hogyha hagyjuk magunkat. Azt azért megnézem, hogy van-e itt valami érdekesség. Mit mondanak? Semmit. Jó. Akkor megyünk tovább. Nyertem, de csak egy hajszála. Hát ez egy elég hosszú hajszál volt. Nem volt húzottan boldog. See the wakes in full swing. Lost sight of yous. Who won? I lost. Lost to a Witcher Sparrowhawk. Egy Witcher ellen biztos mindenki veszített volna. Én nem. Igyunk! To Ceres. Pass the mead in a tankard for the man. To Bran. May he want for nothing in the world beyond. To my beautiful companion. Hogy oda nézett? You've been great company. Sadly, it's time we moved on. Really? Indeed. We must talk. Beszélnünk kell, de nem itt. Az ajtón túl mindent megtudsz. Okay. Na. Én már is megtudok mindent. Got a minute. Mindenki Brand király halála miatt kesereg. Sad when someone like Brand dies. Everyone says he was a good king. It's
Vajon illő-e más mondani? Bran egész életét a tengeren töltötte, és amíg ő távol volt, a viszályok fellángoltak. Amikor zsákmánnyal visszatért, akkor mindenki megbocsájtott neki. Ez olyan volt, hogy nem beszélgetni akar? Vagy finoman utalni akart rá, hogy menjünk már, csináljuk a questet, ezt nehéz eldönteni Yennefernél. Allow me to introduce Geralt of Rivia, a Witcher. Geralt, Jarl Donar and Hinda, and Jarl Madman Lugos. Calling Lugos a madman's an insult to madmen? He's a common goat fucker. Közönséges kecske kúró. One more time, and I'll chop off your head, stick it on a pike, and piss down your neck hole. Letépi a fejét és a lyukba belepisál, azt mondja. Inkább odakint. Lord Skelliger's called a truce for feasts. I know the hallowed customs. But Lugos ought to know that I'll not let him raid my Hinda's Fjall bear. You don't scare anyone, Donar. Hamarosan meghágom a papnőidet, iszok a kupádból és odaszarok az asztalodra. Hagyd nekem még a gyertyát. Emperor would be very pleased to hear you quarrel. His Imperial Majesty is more than welcome to visit. Let him sail over here. We ain't afraid of the black ones. Raiding coastal villages is one thing, total war with the Empire is another. Awfully mouthy this one. Go stir your cup. Inkább kevergesd az üstedet, meg szurkálj hólyagokat, bossi. Ne szájjaj, ha hülye vagy, mint a seggem. Mi gajlá? Jaj. Úgy messzire mentél, Lugos. Calm down, Lugos. No one shall teach me. Nekem asszony személy nem mondja meg, hogy hogyan küzdjek. That was not my intention. Come, Geralt. I believe this discussion's run its course. Mindjárt megyek Yennefer, de hát tudod, hogy hogy van ez. A lót először, a szórakozás utána. Hát ezek a skelligei népek nem nagyon félnek a varázsló nőktől. Bizony, bizony, végre Witcher csütörtök. Elő akartam kapni a fákját, de nem engedi. What now? Now we pay a visit to Ermion's laboratory. Srácok. 150 XP-t kiadtunk. Megnézzük. Meg kéne, csak meg kéne nézni. 150 XP. As Yennefer of Vengerberg told it, there had been 150 XP, csak visszatöltjük. Related to Ciri's reappearance, it had destroyed a vast swath of forest. Geralt set out for the Isles to join the sorcerers and seek. Szóval beszélj Yennefer-rel négy szem közt. Got a minute? Jó, igen, ezt végig nyomjuk velem. Jó. Farewell. Ugye a lótolást azt meg kell tartani. És most a másik irányba megyünk, hogy tényleg minden lótot felvegyünk. Tudu, 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 tudu.
Na. Csak nyugalom. Túl messzire mentél, Lugos. Beszóltál Yennefernek, Lugos. Én meg bár majdnem elokádtam magam az unalomtal. Úgy néz ki, hogy a szkeligelyek okádnak, hogyha unatkoznak. Na. Siker. Had enough. Egy pillanat, srácok, közben. Ez voltam a hírig. Még mindig csillagokat látok. Táncol a szoba, mint a léket kapott teknő a viharban. Akkor vagyunk vitted, ha bocsánatot kérsz a hölgytől. Még meggyőződésem, hogy a varázslónőkre szükség van nagyon is. Ez tetszik, az ütlegelés meg férfi dolog. Add a mancsod, Witcher, hadd szorongatom meg, érdemes rá. Hát, hogy így szana szét van verve a csávó, azt mondja, hogy ú, de jó volt. Oké, tehát a Skelligeljekkel akkor így kell beszélgetnünk. Jól elverjük őket, de természetesen nem halálra, és akkor azt mondják, hogy ú, de jó vagy. Then you put a short jaw to find me, so as we can knock back something stronger. Na tessék. Here's to our next. Sure, I'll knock one back with you, Lugos. You have returned. Lidardi. I remind you, we've important matters to discuss later. Tiszta fej kell, olyasmi ez. Okay. I remember. Drink like you fight. We're in for a good time. To Bran! To Jarl Madman Lugos and his madness. Szóval köszi szépen, Lidardi, a 4 hónapot. Ez lehet, hogy nem volt jó döntés. Forgive us. We should mingle, talk to some of the other guests. Szia, Astro. Na, ott is van a 135 XP. What now? Most mi lesz? Now we pay a visit to Ermion's laboratory. Ermion laboratóriumába ellátogatunk. Because we've not been. Mert nem is hívtak. Úgy megyünk, hogy nem hívtak. Hát gyerünk. Take it, Ermion won't be there. That's right. And what's the purpose of this? Mi a látogatásunk célja? Uroboros maszkját keressük, mert szükségünk lesz rám. Most pedig mondd el, miért kell a maszk. Majd elmondom a maga idejében. Szóval te döntöd el, mikor. Így van. Akkor én döntöm el, hogy hol. Tetszik a cím, Astro?
Opa. Ó, mi csodáló útak vannak itt, srácok. Nagyon tetszik, nagyon tetszik. Hát mennyi piánk van már? Hát még ezt is. Még ezt is szét lehet itt lootolni, nagyszerű. Olyan fura, hogy ezeket a felső polcokat nem mindig éri el Geralt. Lépéseket hallok. Őrök. Bújj a kárpit mögé. Sparrow's chipped, while Starling's chirped. What the jackdaws do? Igen, igen, megy a rendragás. Rendrakás. Így van, ez a, ezt a helyet nagyon szeretem, mert jól nagy rendet lehet rakni. What about nightingales? All right, nightingales croon. nem volt semmi. That was close. Azt mondja, micsoda kalandozás, micsoda izgalmak, majdnem, hogy lebuktunk. Szervusz, élőlény, üdv mindenkinek, srácok. Nehéz lesz kinyitni. Hermione kémei. Közeledünk a laboratóriumhoz. Még mágikus aurát is érzékel. Gyere, van egy párkány az ablak előtt. Végig kell mennünk rajta. Már is megyünk. Geralt a tisztogató. Hát ez nagyszerű. Nagyszerű. A rontábbat is láttam már az életemben. Riviai Geralt, amint romantikus. Tehát, hogy rondábbat is láttam már, mondja Geralt. Ő csak úgy oda teleportált. Még loot. Túljutottunk azon az ajtón, ennek az ajtónak a túloldalán vannak a hollók. A hollókok. Ó, igen, erre emlékszem. Döbbenetes, hogy egy hóbort milyen rejtélyessé tud tenni. Ez egy kemény küldetés. Kermoremben volt egy ilyenem. Meg egy olyanom is volt. Mintha élnem. Oké. Okay. 100 loose and arrow if you saw that in the woods. Azt mondja Geralt mindegyikre, hogy olyan mindegyik, mint hogyha élne. Ha? Egy tál víz.
reflection of Ermion appears on the surface, supplicants speak to it. Tele projektálások. Jó, hát belemegyünk. Beszippantjuk itt a dolgokat. Megvágtam magam, az ajtó zárva. Az állatok, ezek élnek. Monsters. Can feel them coming closer. They're everywhere. Ezek koponyás állatok. Egyel kevesebb. Koponyás állatok, de egyszer halnak. Együttésre. Különös gombák szagát érzem. Napon száradó édes fű illata. Tapja a medve. Még mindig van. Még mindig van. Jól szétverjük, srácok, itt a... mit a... druida összerakott. Kicsit begombáztunk. Karddal hadonászva rárohantál Ermion állataira. Viccesen nézhettem ki. Must have looked strange. Your years of vigorous training at Kaer Morhen finally paid off. Csak nem az összes kitömött állatot lekaszaboltam. Please. Fine. We've passed the trial of taxidermy. The door stands open. Ja, ez jó. Na végre elő tudjuk venni a fákját. Ó, igen. Oda nézzetek. Nem kézzel, hanem mágiával csukta be. Ez már a labor. Itt lesz a maszk. Rád figyelmezteti őket Ermion. Tetszik nagyon, Laca, neked is a... stílónk. Druida testvérek, ügyeljetek, mert egy varázslónő érkezett Arckeligére. Yennefer a neve és Wengerbergből származik. Tudom, nem fognak rajtatok a női fortélyok, s nem hagyjátok, hogy ez szépen redőzött szoknya megzavarja a fejeteket. Mégis figyelmeztetlek titeket. Ne essetek értelme és kifidomultság a csapdájába. Én magam jól tudom, kicsoda Yennefer. Azt azonban nem, hogy mi... hogy Miss Kelligére érkeztének valódi célja. Semmi értelmét nem látom megkérdezni tőle, mert Yennefer közismerten ravasz és mézédes a beszéde. Nem azt mondja, amit gondol, hanem amiről azt akarja, hogy hallja a másik. Ne feledjétek, hogy itt nem holmi másodvonalbeli varázslónővel van dolgunk. Olyas valaki ő, aki egy asztalnál eszik északuraival, és aki legutóbb magával a Nilfgaardi császárral működött együtt. Bejáratos a világ összes udvarába, és oly ügyesen képes akaratához hajlítani a másikat, hogy még a legfortélyosabb diplomata is megirigyelné. Yennefer egészségtelenül érdeklődik annak a sorscsapásnak a helyszíne iránt, amelyet úgy tanulmányozunk. Nem adtam neki engedélyt arra, hogy a közelébe menjem, de intelek titeket. Szemeteket, fületeket tartsátok nyitva. A Wengerbergi varázslónő makacs és igen ügyes célja elérésében. Tudom, hogy korábban keresztezte az útját Krekkét. Úgy sejtem, ezt a régi barátságot kívánja kihasználni majd, hogy miféle hátsó szendék vezérli.
Ezt megpróbálom megállapítani majd. Amint sikerrel jártam, újabb levélben tájékoztatlak benneteket róla. Az erő legyen veletek, testvéreim. Hermione. Hermione egy Jedi valójában. That brazen manipulator. Az a Pimas Shellszöbő. Éppen úgy látszik, Hermione igazi dohányt hozott be. A Skellige-ek mesélje a vadfalkáról. A Skellige szigetiek, akárcsak észak összes népe, hisz a vadakhoz kötődő legendákban. Ez a rémisztő jelenség állítólag háborúk és bal szerencse közelettét jelzi. A szigetlakók meséire jellemző, ami egyben meg is különbözteti őket a kontinensen található változatoktól, hogy a szigetlakók képzeletében a vadak nem úgy jelennek meg, mint az éjszakai égbolton átvágtató lidérzek sora, hanem mint, akik egy kísérteties hosszú hajón utaznak. Ezt a hajót Naglfarnak nevezik, és állítólag halottak körmeiből építették, vagy legalábbis a szigetlakók legendája ezt mondja. Ezért aztán a babonás Skelligeiek levantossák a halottak körmeit, hogy így gátolják meg, hogy alapanyagként szolgáljanak a lidérces hosszú hajónak. A Naglfar számos legendában morhokból érkezik, a káosz földjéről. Yennefer is pont ezt próbálta elmondani. A novigrádi holttest Sasha Hadi-tól. Papa Sándor boldogan sétált végig a hosszú folyosón, hogy a bujálkodásnak a szobákból előszüremlő hangjai elnyomják léptei zaját. Nyikorgott és nyöszörgött a bordei régóta elhanyagolt padlója, mintha a fa sajnálta volna, hogy szemtanúja volt mindazoknak az élfhajház jeleneteknek, amelyek itt az északi városok büszkeségének kellős közepén álló rossz hírű házban zajlottak le. Kapát bőségesen megjutalmazta ezért a látogatásért az egyik sejemkereskedő felesége. Az asszony régóta sejtette már, hogy a férje könnyű vérőnőkkel mulatja az időt munkaidejében, az ügy meglehetősen egyszerűnek, sőt közönségesnek tűnt. Egy kikapós férj. Hány és hány hasonló ügyet oldott meg már. A legrosszabb az volt, hogy alkalmazói soha nem akarták valóban, hogy megingathatatlan bizonyítékot hozzon a férjük bűnösségéről. Épp ellenkezőleg, szívük legmélyén mindig azt remélték, a nyomozása az deríti ki, hogy a férjük mintapolgár és gyanakvásuk teljes mértékben alaptalan. Ez alkalommal valóban bebizonyosodott, hogy az asszony férje nem a ribancokat hajkurásza, noha a nyomai valóban olyan helyre vezették Sándort, ahol adták és vették a hús örömeit. Az ajtón, amely előtt a bejáratnál álló gnóm utasításait követve megállt, kicsinylap díszelgett, rajta a 16-os számmal. Más szobákkal ellentétben ezt egy nyugtalanító csönd vette körül. Kapa lenyomta a kilincset és benyitott. Amit megpillantott, még a legrosszabb rémálmain is bőven túltett. A novigrádi tetem. Wow. És nem tudjuk meg, hogy mi a vége. Shit. Laboratory worthy of an imperial alchemist. A goat carved out of lindenwood. Hermione bácsinak egy hársfából faragott kecske. A kis Siri keze munkája. Wow! A fehér fagy. Itlin proféciájáról suttognak minden piacnak zugán oly kép, hogy minden vidéki boszorka hozzátesz, vagy elhagy belőle ezt-azt. Napjaink egyetlen nagy forgalmú kalendáriumából, Siós könyvéből ki nem maradhat. Azokon által a népnek kultúrájában mintegy beleerőltetik. Igen. Tudjuk immár mindannyian, hogy elközeleg a farkas hóförgetegének, a fehér fagynak ideje, s hogy a világ vége jég által jön el. Mégis kevesen értik, mi rejlik valójában e szavak mögött. Az önjelölt proféták, akik Itlin szavait világá kürtölik, összekeverik az ég csillagait azok tó tükrén remegő vízfényével. A fehér fagy nem legenda vagy misztikus apokalipszis, hanem természeti jelenség.
mely a tudomány száraz és tárgyszerű nyelvén nagy pontossággal leírható. Thorn neves tudósának vizsgálatai igazolták, hogy a világunk nem mindenség, nem a mindenség centruma, hanem csak egy a glóbuszok sorában, mik ezer számróják útjukat az űr örök éjjén át. Az űrt a legtöbben üresnek vélik, a név azonban félrevezető, ott úszik, szabad szemmel láthatatlanul, a proféciákból ismert fehér fagy. Nem tudjuk pontosan, mi a fehér fagy, finom por talán, minek rétege visszaveri a napfényt. Minuszkuláris részecskék halmaza, miknek létezését Banardi Demokritus postulálta volt, mi úgy szívja fel a hőt, mint szivacs a vizet. Bizton csak azt tudjuk, mit a tünde asztronómusok teleszkópjaikkal megfigyeltek. A fehér fagy bármi légyen, számos világot döntött romlásba. A ma csillagrendszerek még feltűnik évtizedek alatt holt, kő és jégtömbök sodrává válnak. A tudós főknek nincs kétségük a felül, hogy a fehér fagy egy napon a mi világunkban is elér. Itlin proféciája, noha mágikus intuíción alapul, tudományos megfigyelés helyett óhatatlanul beteljesül. Számos mágus vonja kétségbe a fentebb írtakat. Nékik azt javaslom, végezzék el ugyanazt a kísérletet, mit én saját laboratóriumomban már megtettem. A Portus Asterum. Koponya. Egy gyerek koponyája. Köbezárt kard. Szinte könyörök, hogy húzzam ki. Nem a kőben van, nem látod? Egy satú tartja a helyén. De jó. Törpe tripla sör. Majd azt mondta, hogy mi sör sok volt a Hogwarts Legacy. Fenyőtoboz. Ezt nem vártam. Egy nagy női. Tehát az volt a neve, hogy Coop, és egy nagy női. Ez mi lehetett? Hermione varázspálcája, a kevés druida egyike, akik használnak ilyesmit. Ide néz, az északi királyságok részletes térképe. Elavult, azt mondja. A szobor a kezébe szokott tenni valamit. Talán egy kupa sör. A toboz. What do you say we give it a pine cone? Akkor a koponya. Nothing. Mehet a sör. How about a mug of mead? Statue or not, everybody needs a drink sometimes. Seems like it worked. A sör kellett neki. Hermione enjoys jests achieved at the expense of others. I have a sneaking suspicion. Ja, hát milyen lelkesen beszél a térképről, és ilyen csak annyit mond, elavult. Hát igen. Pedig amúgy tök menő volt az a térkép, nekem tetszett. Geralt, come here. I found the mask. Ott a maszk, igen. This is it. We've got it. We must return to the feast quickly before. Careful now. Jó kis elementál. Ez egy csapda? Tényleg? Just wonderful.
Én is azt mondom, Geralt, hogy ez nagyszerű. Vajon melyikünk a nagyobb varázsló? Yennefer vagy én? Still closed. Gotta think of something quick. Kaptunk egy kis gázt. Hát robbantunk. Igazából azt tudjuk csinálni. The damn druid will poison us. This vapor's deadly. We've got but a few minutes. Teleport us out of here. Think of something quickly. First thing to come to your mind. A fenébe is meg akarlak csókolni, ám. Hold on tight. Azt mondja, hogy találjak ki valamit gyorsan. Damn, I tore a hole in my dress. Wait a minute, I must mend it. You know how to sew. Please. I'll enchant a needle. Megbűvöl egy tűt. Nem kell várnia tudni. Nem bánod, ha néz? Wait. For what? We must talk to Croc. Why? Think he misses us? Because I missed you. Szia, Little Carl. Stallionra fel kell ülnünk. When are you gonna finally burn this piece of junk? My heart couldn't take. Jaj, levarázsolta magáról a melltartót. Damn it, Geralt. Do you have any idea how much they cost? Come here. Most we gotta hurry. Croc's waiting. Azt mondta Yennefer, hogy a bugyia sokba került. Ilyen, amikor éppen nagyon szerelmesek egymásba egy férfi és egy nő. És olyankor azt mondják, hogy engedd el a ló sörényét. Ilyet szoktak mondani. Atya világ! Hiányoztál. Te is. És az unikorn is. Na, úgy látom, összevarták a bugyogót. Felöltözöm, fordulj el. Az első siker megvolt, srácok. Yennefer áll. Croc and Crete asked about you. We went out for a breath of fresh air. A második alkalom a sokkal keményebb lesz. Mármint, hogy döntések szempontjából és érzelmek szempontjából. No greater deed than that done to serve the goddess. Gondolom, nem akarta. Of uncommon beauty. We thank you. Nem tudom.
Igazából Yennefer magára varázsolja a ruhát, azért nem tudom, miért kell elfordulni. Ki kell jelölni az utódot? Egy király legyen bölcs, legyen tiszteletet parancsló, legyen tökös és... Hát nem szűkölködnek az ilyen emberekben. Milyen büszkám. Szerisz is viszi a kis kését. A fiam ma nem lehet itt, íme a bárgya, íme az akarata. Győzzön a legderekabb férfi, vagy nő? Mi lehet a te lányod, nem? Már értem, miért mondta, hogy Spike Rookban vitelázik. A gyerekek minél nagyobbak, annál több a gond velük. Gyertek velem, most megtárgyalunk minden fontosat. How was it, Geralt, when Ciri was nearing womanhood? I remember well her nan, her mother. Jól emlékszik az anyjára, a dadájára, hogy ők milyenek voltak. Állítólag az alma nem esik messze a fájától. Ciri was impossible to control. No telling her what to do. Had to have things her own way almost always. Why do you ask? No specific reason. Ő és Ceres, mármint hogy Ciri és Ceres hasonlókorúak. De a gyermekeimről beszéljünk később. Először a hajunkat tiédről. Yennefer szerint Ciri bajban van, és te utána kutatsz. That's right. If you require aid, a segítségkel, aranyhajók, bármi, csak szólj, és megadok mindent, amit tudok. És tudom, hogy a lány él. Ha a Rhiannon lányainak vérét ontják, a tenger felett tajtékok hány haragjába. Hogy a tenger fehér tajtékot hány haragjába. A segítségedre van szüksége Hermionnal. Need your help. Ciri talán idejött Skellige-re. És valószínűleg ő okozta a katasztrófát a part mellett. A hely, amit Hermione nem enged, hogy felderítsünk. Pontosabban nekem nem engedi, hogy felderítsünk. Nekem nem engedi felderíteni. A druidák nem igazán bíznak a mágusokba, de Hermionnak helyén van a szíve. Jól sejtem, hogy fogalmam sincs, hogy Cirit keresitek? Fogalma sincs. Ehhez neki semmi közem. Mindenesetre Arcskellig az én szigetem. Engedélyt adok, hogy kedvetek szerint vizsgálódjatok. Vajon beszélnek én nem erre mi onnal? Azt hagyd csak rám, menj és találd meg Cirillát. Sose bocsátanám meg, hogyha Arcskelligén baj esnem Cirinek. Egyszer esküdtettem, be akarom tartani. Nem kell megköszönni. Emlékszel Jalmarra? Hát megesküdött, hogy megöli az Undviki óriást. Útnak indult, és még nem tért vissza.
Ceres viszont kijelentette, hogy saját maga indul valami kalandra. A fejébe vette, hogy Uldarik egyáltalán nem őrült, hanem megátkozták. Te nem akarsz király lenni? A járók közül jó néhányan támogatnának. Őrült Lugosz inkább látna egy Nilfgaardit a trónon. Mellesleg jó, ha az ember tudja, mikor kell félreállni és átadni a kormányrudat a fiataloknak. Azt hittem, az óriások réges-rég kipusztultak. Menekültek tucatjaim. Az óriás mindenkit elűzött a szigetről. Természetellenes fagyszállt Undvikra, mielőtt az óriás megjelent. Királynak illő tetthez érzi ezt Hjalmar. Remek lelgénységet gyűjtött az új kikötőben. De ennyi legénynek már rég végeznie kellett volna az óriással. Úgyhogy arra gondolt, megkér minket, hogy... Hjalmar might have told someone there his plans. Megkaptuk az egyik küldét, a másik pedig, hogy Ceres meg akarja törni Uldarik átkát. Take it, Ceres wants to lift the curse. There's no curse. Nincs itt semmiféle átok. Ceres versenyre akar kelni Hjalmarral és királynői tettet véghez vinni. Szüksége lehet segítségre? Tervezhet, hogy megkérsz rá. Miért? Hangyatöknyit sem bízom Uldarikba. Ceres se rám, se a fivérrel nem fog hallgatni, de ha egy szakemberrel kerül szembe, aki elmagyarázza, miben tévedett, talán észhez tér. Ezért hát igen, megkérlek, beszélj a fejével és hozd vissza. Sziáni. Minden nap, egész nap stream. Hát... csütörtök kivétel, hogy még este is van. De sajnos holnap nem leszek. De igen, általában... délelőttől délutánig... nyomjuk. Segítek a gyerekeidnek. If either Hjalmar or Ceres need help. I thank you. Well, now that we're done thanking one another, let's get to work. We must determine if Ciri is still on Ardskellig. I'll change into travel attire. Átöltözöm utazóruhába és megkereslek. Induljunk délnek. A jelenség elpusztított egy parti erdősávot a legnagyobb öblénél. Minden szempontból sikeres lakóban volt ez Kra. Később találkozunk. Szia, Turin! Mindig az öltözködés, az mindig. Pedig hát egy csettintés lenne. Átvedlenül. Találkozz Yennefer-rel a mágikus katasztrófa helyszínén. Hát igen. Itt vagyunk. Na nézzük a küldiket. Azt mondja, hogy Geralt és Yennefer régi barátja Krakenkrét meghívta őket az elhunyt Bran király halotti torára. Ilyen meghívást Skellige nem lehet visszautasítani, így hát ha akarta, hanem Geralt kénytelen kelletlen találkozott Yenneferrel a várkapuban és együtt mentek a vírasztásra. Bran vírasztása már javában zajlott, bőven folyt a mésőr és Geralt elég nagy hatást tett a járlókra, amikor Yennefer hirtelen bejelentette, hogy kettesbe kell maradniuk. De az ő agyában nem azok a gondolatok fordultak meg, amik a tiédben, kedves olvasom, hanem azt akarta, hogy Geralt kísérje el őt, miközben betör a druida Hermione laboratóriumába.
hogy mi volt a célja. Ellopni az Uroboros maszkja néven ismert erekét. Ahogy látod, az élet Yennefer-rel tele van meglepetésekkel, bár ezt a tény Geralt már megszokta, sőt, megkockáztatom, megkedvelte. Sok kerül után Yennefer végül megszerezte az állított maszkot, mivel Hermione laboratóriuma egyre veszélyesebb lett, visszateleportálta Geraltot és saját magát a szobájába. És ha már ott voltak, akkor... hát, amit akkor csináltak, ahhoz igazán nem sok között van, kedves olvasó. Másnap visszatértek a virasztásra. Krakenkrét csak a virasztás vége fele érkezett meg. Ő és a többi jár elzárkózott a hagyományos füstös kis szobába, hogy Skellige jövőjét tervezzék. Miután ezzel végzett, félrevonta Geraltot és jelent egy kis megbeszélésre. Amikor megtudta, hogy Ciri-t keresik, azonnal megígérte, hogy minden szükségesen ellátja őket. Krak kincstárának szerencséjére Yennefernek nem volt szüksége mindenre, csak Hermione engedélyére, egy titokzatosan eltorzult erdő megvizsgálásához. A mágikus robbanás eredményéhez, aminek közel lehetett Cirihez. Krak megígérte, hogy meggyőzi Hermiont, és minthogy a szava épp oly szilárd volt, mint amilyen vörös a szakálla, Geralt és Yennefer azonnal útnak indult. A mágia tépte rengeteg felé. Ügyesen megpecselték tegnap a Hogwartsot, olyan ronda lett, hogy nem bírok játszani. Komolyan? Akkor örülök, hogy tegnap még délelőtt nyomtam. Itt van a megszállott, és itt van Undvik ura. Na, és akkor nem tudom, hogy most el tudjuk-e kezdeni már a Novigrád, illetve a környéki küldetéseket, de amúgy az a terv. Most, hogy így ideértünk. Na, nézzük. Tehát... most tartunk egyébként majdnem, hogy 40%-nál. Mana kell, mana. Nincs elég mana. 40%-nál a teljes játék DLC-kkel együtt minden teljesítésével. A kérdőjelek ebben nincsenek benne természetesen, hanem csak a questek. Az már így 40%. Szóval... Flash for sale. Kell nekünk egy ilyen küldetés. Flash for sale. Hol az egerem? Valaki emlékszik arra, hogy a most vagy soha questet mikor kaptuk meg? A most vagy soha questet akkor kaptuk meg, amikor... ezen meglepődtem, megcsináltuk a két küldit. Novigrád. Két küldit csináltunk meg. Ott azon a bizonyos birtokon, aminek nem jut eszembe a neve. Az élethalál kérdése után. Így van, volt az élethalál kérdése, és volt még egy küldetés. A Végálbád birtokon volt mindkettő küldetés, és akkor kaptuk meg a most vagy sohát. Gwenttel együtt mennyi? Azt nem tudom. Itt csak a questeket számolja, mondjuk a Gwentes questek is vannak bennem. Elkezdtem egyébként a most vagy sohát, de azért nem... Hát nem is emlékszem már, miért nem fejeztem be. Hogy lehet megnézni az összes teljesített küldetést? Hát, azon a listán. De amúgy meg itt. Itt van az összes. Ha erre gondolsz, itt van minden. A teljesítettek. Itt. És csak itt. Ha ti is akartok egy ilyen listát, mint ami az enyém, akkor ott van az All Quest oldalon.
Én az Order for Main per Sidequest oldalt frissítem folyamatosan, azt a tabot. Az a második tab. Az első tab az All Quest, és akkor ott van a link. Az A cella első sorában, hogyha arra rákattintotok, az az a lista, amit én lemásoltam. Szóval, amit most akarunk csinálni, hogy Flash for Sale, vagy mi? Flash for Sale, így van. Skerigei küldi. Ezt kell megcsinálni, mielőtt megcsinálnánk a Following the Thread nevezetű küldetést. Na. Így van. Head to Faroe Isle and make your way to Trondheim. Na nézzük. Oké, és akkor fogunk egy térképet, és hát én nem tudom, hogy ez melyik sziget lehet. Ez. Nem. Ez lesz az. Ide kell mennünk. Így van. És így fogjuk szépen felgöngyölíteni a Novigrad, illetve Novigrad körüli küldetéseket. Na és így kaptunk egy megbízást. Szóval itt volt egy kovács, akivel tudtunk beszélni. Azt még jó, hogy megejtettük, mert hogy most már nem tudunk vele beszélni. És kardokról beszélt itt a kovács. Vagy még most is tudunk vele beszélni? Nem, most nem engedi. Jaja, akkor ez jó, hogy megcsináltuk. Tehát akkor ezek szerint, amikor Yennefert kísérjük el, akkor tudunk beszélni azzal a kovácssal. Hoppácska! Sejtette, hogy feltűnünk. White Wolf. Mindenki tudja, hogy egész Kerik a legjobban felszerelt fegyvertárnál találod itt. Némelyik karthoz kapcsolódik egy-két történet. Játszunk Gwyntet! Wouldn't mind a few rounds of cards. Mert is igazából játék indítása. Nekem ezzel az Irdem moddal nem indul el a game, de találtam egy hasonlóan szépet. Irdem mod? Milyen Irdem mod? Nem éppen jó a kéz. Hát ez kellemetlen. Béla, Béla, Béla. Lehet, hogy bukjuk. Na, a Dandelionja is van. Tűrű, tűrű.
amit ha leraksz, középen világít a nagy irdenjel, azt hittem, hogy az mod. Nem, az az alternatív módja. Az az alternatív módja az irdennek. Olyan, mint az igninek, tudod, amikor így szórod a tűz, mint egy lángszóró. Ez csak egy alternatív mód. Talán a második vagy a harmadik sorban. Igen, ez egy skill, így van. Ez a vanilla játékban is, tehát módok nélküli játékban is elérhető. Pam para pam, pam para pam. Pa pa pa. Pa para 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 pam. Pam para pam pam pam. Pá, pá, pá. Ez gond. De nekem ki van rakva fullosan az irden, és bent is van mind, mégsem olyan, na mindegy. Hosszan kell nyomni. Ha simán csak lenyomod, nekem kontrolleren úgy van, hogy lenyomom az R2-t, azzal elérhetővé válik az a tár, amiből varázslok. Ha egyszer megnyomom, akkor csak lerakja a kört. A háromszöget, ha lerakom, akkor lerakja a sima az irdent, ami csak egy izé, és hogyha hosszan nyomom, akkor meg lerakja azt a rúnát, ami így lövöldöz. És ugye fontos, hogy a skilleknél csak az aktív, amit bepakolsz, ugye. Mindjárt megmutatom, ha ennek vége. Ó, vissza kellett volna még venni lapot. Loptunk tőle egy lapot. Hát ez egy nagyon rossz kéz volt, srácok, de úgy néz ki, hogy még így is sikerült nyerni. Korona. Kairan kártya. És ennyi. Azt mondja, hogy kit koronáznak királyám? Egyértelmű, hogy Jalmar. Nincs nála érdemesebb jelölt. Jó. Mesteri osztály új páncélzatot tudsz készíteni? Minden mester, akit ismertem, több volt. Esetleg Fergus, azt beszélik valahol velemben húzta meg magát. Ezt is tudjuk majd csinálni, ez is nagyon jó lesz. És nézzük, hogy mi a választék. Na hát, el is tudjuk adni a dolgokat. Az elegáns rucikat azokat nem adjuk el, viszont a többit azt mindenféleképp. Valamennyi adrán is kell hozzá? Nem. Nem. Valamelyiket Yennefertől kaptuk, igazából tök mindegy, ezt 79%-osat eladjuk. Meg azt is eladjuk, azt a kéket.
Undviki páncél. Érez ezret. Ne felejtsük el, hogy van itt egy ilyen. Csinálunk erről egy screenshotot. Ez amúgy nagyon menőnek tűnik, az azért screenshotoltam le, mert ilyen páncélt én nem nagyon láttam még eddig. Ibrahim Savi első térképe, az jöhet, Witcher felszerelésének megtalálásához. Aztán mi van még itt? Ibrahim Savi második térképe. Hoppácska, igen, igen. Harmadik térkép, és ez 186-ba kerül, negyedik térkép. Hát ennyi pénzt nem csináltunk a fegyverekben, de legalább megvannak a térképek. Hieronymus nyírkos penészes feljegyzései elgárul a Witcherről. Ismét feljegyzés jöhet. Azt mondja, hogy Undviki szemellenző, ez is amúgy nagyon menőnek tűnik, basszus. Ezt már csak a stílus miatt meg kéne venni, meg hát amúgy upgrade-elni a lovónkat. Ú, basszus, ha lesz annyi fölösleges pénzünk, ezeket megvesszük itt. Én azt mindig megveszem, király páncél egészen Kervorenig kitart. Uh-huh. Nagyon, nagyon menő néznek ki ezek a szetek. Undviki csizma, itt biztos akkor lesz Undviki nadrág. Igen, és az Undviki szet. Jó, akkor az Undviki szetet majd meg kell vegyük, mert ez nagyon menő. Jesus. Nagyon jó cuccok vannak nála, bakker. Viszont tudja, hogy nem fogunk tudni beszélni. Ja, most már nem lehet vele beszélni. Nem baj, beszéltünk vele. Mesélt a kardokról. Azt mondja. Pillanat közben. Csak majd el kell intéznem egy hívást. Azt azzal kapcsolatban néztem itt a telefonomon az infókat. Na, elolvassuk ezeket. Miután Tuir Seach romjai közt a Witcherek medveiskolájához köthető szimbólumokat felfedeztük, Atim Stein professzor engem küldött, hogy készítsek A. Kermitéhez hasonló térképet a szigetek azon pontjairól, ahol ilyen szimbólumok találhatók. Atimstein professzor feltételezése helyes volt. Találtam ilyen helyeket, és jelöltem őket ezen a térképen. Atimstein professzor utasítására a Witcherek medveiskolájának jelenlétére utaló nyomokat kerestem. Egyre több medve szimbólummal jelölt helyet találok. Természetesen mindent feltüttettem ezen a térképen. Nyugtalanító dologra lettem figyelmes. Egy ideje gyanús úriember jár a nyomomban. Ugyanazokban a fogadókban s vendégházakban száll meg, mint én. És úgy követ akár az árnyék. Úgy döntöttem, visszatérek oda, ahol a kutatást megkezdtem. Nevezetesen Tuir Seach romjaihoz, hogy csatlakozzam az expedíció többi tagjához. Ja, lehet, hogy az Adrianihoz, majd a disznóperzselőhöz kell a... kell adrenalin, arra már nem emlékszem. Feltérképezem a közvetlen útvonalat, ahol a vizsgálódás folyik Tuir Seach romjaihoz. Útközben jelölöm a további helyszíneket, ahol medve szimbólum található. Bizonytalan kézzel még mindig követ.
A térkép szakadozott és véres, nehéz bármit is kivenni rajta, a szövegből pedig csak ennyi olvasható. A Tuirszak kastély romjai közt, onnan származnak az első leletek, ott biztonságban leszek. Vérfoltok. Elgar a farkas iskola felszerelésének fejlesztései közül további darabokat a Skellige szigetek területén rejtett el. Néhányat Arskellig déli részén egy erdőben rejtett el. Egy másik csomagot Hindarsvel nyugati felén a romok között hagyott. A harmadik csomag az Arskellig nyugati oldalán található sírhalom között van. A farkas iskola felszerelésének fejlesztései közül néhány a Skellige szigetek területén van elrejtve. Elgar Arskellig középső részén és két őrtorony romjai között hagyta őket. Az egyik Undikon, a másik Spikerugon. Azt akarta, hogy olyan vicsereké legyen, akiknek szükségük van rá, és elég képzettek is, hogy megtalálják. És most aktiváltunk pár kincsvadászós küldit. Gyakorlatilag durva, hogy a küldetés neve hosszabb, mint a képernyő között. Tehát, hogy balról elindul és tovább tart, mint a képernyő közepén. Mindjárt felöltözünk amúgy normálisan. Le kell mennünk amúgy. Megcsináltatni a sérót. Ez most elvileg 6 küldetés, ugye a 6 lap alapján. Annyira jól néz ki Skelligen. Jaj! Megint új séró lesz, visszatérünk az előzőhöz. Most remélem nem kell újra. Gwentezni. Interested in the weapon? Hoppá. De legalább lehet vele is kártyázni. Wouldn't mind a few rounds of Gwent. Na, szkolját el! Á, nagyon, de nagyon borzalmas ez a kéz most, srácok. Inkább ki kellett volna venni innen ezeket a izéket. Gauntor Odimas kártyát. Mert ez így a kézből húzódik le, és nem a pakliból. Itt lehet nyomni a kombót, ha lesz rá időnk, persze. Szerintem nem lesz rá időnk, mert nagyon kevés a kártyánk. Sirit is lerak. Sirit is lerakott. Passzolt, nagyon jó. Jó, és akkor mi is passzolunk. Tehát nekünk 2 lapunk van, neki 5. Igazából már el se kellett volna égetni.
Hey now, hey now, hey now. Szia, Kiyoshi-sama. Ez komoly. Lerak egy Geráltot. Akkor itt passzolunk. Tehát, hogy van egy Ciri-je és egy Geráltja is a paklíba, és mindkettőt felhúzta. Jó. Na nézzük, tudunk-e nyerni? Hát így. Jó. Semmi gond. Amúgy nagyon közel volt. Nagyon durva alapjai vannak. És nagyon rossz volt a kézjárásunk, és még rosszul is választottam. Keszeget mindenféleképpen ki kell onnan túrni. Tiszta időre sincs szükségünk. Jó. Hát nem a legjobb kéz, de a semminél jobb. Tehát eldobtam a parancsnoki kürtet, és úsztam egy újabbat, amúgy a szemem láttátok. Úgy ki kellett volna játszani a Gaunter Odimot. És úgy kell csinálni, hogy megnyerjük. Jó. Mi újság itt? Hát, próbálkozunk itt a Gwentbe. Sejtettem, hogy jön. Úgyhogy először ezt játsszuk ki. Nagyon jó. Micsoda döntés. Kicsaptuk a Ciri-t. Keménybe vagyunk. Hát most látom. Na vajon hát amúgy ő a végtelenségig fogja pakolni. Hat pakolja, elégetjük a közelarci lapjait. Pürü. Hát
távolsági lapjait, nem? Lerakunk egy ilyet. Ezt azért csak, hogy az ő köre jöjjön, hogy minél többet pakoljon le. Pakolj le mindent. Nekünk is le kell raknunk mindent, mert mindent vagy semmit alapon nyernünk kell. Csak úgy mennek le a legendás lapok. Nyomjad. Nyomód! Nekünk több lapunk van, ez a szerencsénk. Nagyon jó, erősítsd meg őket. Na hát, most az jön, hogy felvesszük... Csak hogy menjenek a körök. Az ellenfelünk elpasszolt, nagyon jó. Most jön a trükk. Sajnos ez még kevés. Úgyhogy... Elkalkuláltam magam. Hát van ez így. Sajnos nem nyerhettünk volna. Hát így már nyerünk. Egy dermesztő faggyal kezdett, és nincs semmi mása. Ezából... Ha lenteszed még egyszer, amit felvettél, akkor nem éget megint. De, csak az a gond, hogy nem égetett volna. Ott a kettest el tudtuk volna égetni, de az is kevés lett volna. Csak a kettesét tudtam volna elégetni, mert ugye 10 fölötti kártya volt. Tehát, hogy 10 fölötti érték volt. Sírbanya, kaptunk egy új tárgyat, sírbanya. Na jó, most viszont nyomunk egy mentést. Mert ezt már nem akarom visszatartani. És akkor megint ugye, ha bénák voltunk, akkor ezeket újra el kell olvasni. Ahogy látom, nem kell elolvasni. Nem kell elolvasni, tehát ezt mentettem. És a tárgyak eladása viszont nem lett mentve. Akkor nagyon furán mentett a játék. Szia, Panka! Hol lehet a kovács? Itt van. Jó, a Gwint az megmaradt. Aha, akkor ez nem maradt meg, hogy miket adtunk el. Akkor nem is vettük meg ezek szerint? Lehet, akkor nem is vettük meg. Na, ezt mindjárt megnézzük. Aha, nem vettük meg. Jó. So long. És megint ugye el kell olvasnunk. Az elolvasás az úgy fog kinézni, hogy ide jövünk. Ott vannak. Lapoz, kész. Jó.
És felvesszük most már a rendes ránkat, és így is mentünk egyet. Most nézem, hogy még a lövedékeimet is kicserélte a játék. Griffpáncél? Griffcsizma? Griffnadrág? Griffkesztyű. Nagyszerű. Még egy mentés. És akkor most jött a fodrász. Ezt akartuk már 10 perce. Mindjárt mondom amúgy, mi lesz a terv, ha valaki esetleg nem tudná, vagy lemaradt, vagy bármi ilyesmi. Mindjárt mondom, hogy hova fogunk tovább menni. Eljövünk gyorsan a Szabóhoz. Szia, Szalvasz! Sziasztok, sziasztok! Schusterrel megcsináltatjuk gyorsan a hajunkat. Hajvágás. Lazán hátra fésülve, hátul összefogva. Ja, ez az. Szia, Leia. Igen, ez az. És hát a szakáll le helyre rakás, teljesen borotvált. Kész. So long. A kocsmárossal amúgy... ja, itt lehet bunyózni is. Hoppá. Jonas a fogadós. A nevem Geralt. A Witcher, akit fehér farkas néven emlegetnek. Tudom, minden nap újabb történeteket mesélnek rólad mifelénk. Csak beszélni akartam. Ó, nem, nem, nem. Tetszik itt. Remélem is, csak egy rom volt, amikor átjöttem Mondvikból. A sirályok a kupákba szartak, a zsufedél résein át. Az övé volt a régi kikötő Mondvikon. És azért ez az új kikötő. Kártyázzunk! Actually, kind of in the mood for cards. Care for a round of Gwent? I'm always in the mood for Gwent. Mindig van kedve gwentezni, hát nekem is. Hát... egyetlen egy kémünk van. Hát ez rippentyű lesz.
Jó. Hatalmas láp, hatalmas láp. Amúgy valószínűleg nem ezt kéne nyomni. Igen. Hát, jól lózunk, srácok. Himmleritet lerakja, az komoly. You have returned. Buba! Köszi szépen az 51 hónapot, hát mi újság, Buba? Peregjenek, srácok, a szövegek Bubának. Igen, szegény Siri meg várja a megmentést. Ilyen kegyetlenek vagyunk. Nem tudom, mennyi esélyem van nyerni, de... Ez egy vicces megmozdulás lesz, én úgy gondolom. Nyerni szerintem nem nyerünk. Legalább az első kört megnyertük, és a másodikba meg kihúzunk tőle minél több lapot. Pa-pa-pa, pa-pa-pa, rá-pa-pa. Üdvüd mindenkinek, srácok, hali-hali. Köszi szépen a pergetést Bubának, és köszi, Buba, hogy a Prime-ba te is rám használtad el. Szerencsére ő egyet a kezéből húzott. És csak lapszórás lesz most a részünkről. Mi az, ami érdekes lehet? Hát... Égessünk rajta egyet. Szorongassuk meg. Ez azt jelenti, hogy már nem sok minden van a kezében. Hát hadd nyerjen ő. Elpasszolt. Természetesen leívhatjuk az IAS támogatást, ugye ez plusz egy. Leívjuk a hetest. Ezzel meg leívjunk egy négyest. Ott is van. 20 korona. Kahir Mar Dinifir akármi. Fogolj. Ó, hát ez itt ilyen FR szobája. Hoppácska. Jaj. Nézzünk egy ilyet, srácok. Harcolni akarok. Ez a szója készen állsz. Ez miféle bajnokság? Tournament rules. What are they? The
Mindkét harcos feltörekvő kezdő, aki szereti megmutatni, mennyire kemény, mennyire tud verekedni és mennyire bátor. Novigrádban és Velenben is vannak hasonló viadalok. Ha engem kérdezel, azok csak felmagasztalt kocsmai balhék, ez itt egy kisebb ünnepség. Mehetsz? Köszi, Ben. Előbb még váltani szeretnék néhány szót a külhonival. Az én Erikámról van szó, látod? Szóval, ilyen nem kell ma. Figyelj minket! Nagyon vörös a feje. Tudom jól, hogy semmi esélyem ellened, de arra gondoltam, hogy talán hagysz nyerni. Na nézzük, akarunk-e nyerni? Ezek a küldik a Fist of Fury, ha minden igaz. Erika. Igen. Aha, tehát azt mondja, ha dobjuk a meccset, rendben, most az egyszer hagylak nyerni, akkor utána lehet még egyszer játszani ellene, jól van. First fight, I'll take a dive, but then we'll go at it again. Best yeah. Man wins. Enough of this chatter. Fight! Na nézzük, milyen kemény ellene harcolni. Szia, Kruja. Jaj! A Valgard nyert! Köszi! Ügyesen bánsz a kezeddel. De még mennyire? Thinking of trying my hand. Soon as you're ready. Come forth and speak up. Let's start. Most menj még egyszer. Fight! Te sose hajtad? Szegény Erika. Már egy szegény Valgard. Come on, come closer. That's enough of that. Someone help Brian to the next level. Honor and glory. A külhoni nyert, övé a tisztelet és a dicsőség. Még két küzdelem van vissza, mielőtt harcba szállsz a Skellige bajnoka címért. Le kell győznöd a Faronén található Einhardt és egy bizonyos Helmsteini Grimmet. Easy. Kaptunk egy ábrát, tudunk ásót csinálni most már. Sziasztik, és szevasztok, skacok. Elolvassuk ezeket gyorsan, és akkor már is mondom, hogy mi a teendő. Esküvő, szürke Rudiger legfiatalabb lánya. Irsa igent mondott Lavarnak a Brokvár klánból. Ha boldogságot kívántok neki, említsétek meg őt imáitokban. Ha rosszat kívántok, nyeljen el titeket a tenger. Megbízás, ellopott kard. Olaf, Kertrolde őrparancsnoka a következőt kívánja tudatni. Valaki besurrant az Einkréte fegyverraktárba és ellopta a Kuliu nevű kardot. Az alávaló tolvajt látták távozni a déli kapunát. A régi erdő felé tartott. Aki segít visszaszerezni a kardot, erőfeszítéseihez illő jutalomban részesül. Aki pedig a tolvajt segíti,
árulásért halált érdemel. Erdei szellem. Skellige harcosai, ha van köztetek olyan bátor lélek, aki szembeszállna az erdei szellemmel, Fajlund polgárainak gonosz elnyomójával, akkor jutalmat kap, amiből hosszú ideig fizetheti a mészsörét. Nem vagyunk gazdagok, de együtt összegyűjtünk némi pénzt. Gyere Fajlundba és keresd Svent. Ezt is idén csináltuk, még az előző végigjátszásban. Ez rém lett. Muire Diablen. Ezt már csináltuk. Aranyra és dicsőségre vágysz? Éles a pengéd és nem félsz a haláltól? Akkor keresd fel Bjorgot, a hajóácsmestert, munkát ad neked. A Muire Diablenekről van szó, a Kertrolde öbölben. Meg kell ölni őket, mert úgy elszaporodtak, hogy az ember kihajózásnál állandóan beléjük ütközik. Öld meg a szörnyetegeket és híres leszel a szigeteken. Az erszényed pedig megterik aranyjal. Gwint oktatás. Tanulókat oktatnék a Gwint szabályaira. Csak azokat veszem magam mellé, akik fegyelmet, logikus gondolkodást és tanulást akarnak tanulni akarást mutatnak. A különleges tehetséggel rendelkezőket még nagyobb örömmel várom. A tanulóknak be kell szerezniük saját kártyapakliukat. Tapasztaltabb játékosokat is keresek, hogy kihívást támasszanak és közösen tudjuk csiszolgatni tudásunkat. Falmer's right. Shouldn't eat or drink too much for a raid. After the rebel till you drop. Megfoghatom a kardod, azt kérdezi egy kisgyerek. Na. Tehát a teendőnk az, amit már itt bejelöltem. Ide kell elmennünk, mert itt vár minket valaki. És az a valaki elősegíti, hogy megcsináljunk majd egy küldetést a novigradi területen. Úgyhogy most fogunk egy hajót, és elindulunk arra felé. Természetesen nyomunk egy meditálást, mert nem este 8-kor akarunk hajózni, hanem mondjuk reggel 5-kor. Nem lett másabb, talán annyi, hogy majd sütni fog a nap. Hoho. Kötélétra nélkül nem mehetünk. Jó fele megyünk? Így van, jó fele megyünk. Annyi, hogy útközben ezeket a kérdőjeleket jó lenne csinálni. Jó kis kérdőjelek, jó kis skelligei kérdőjelek, mindenki szereti ezeket, állítólag. A csempészek rejteken. Nem, sajnos csütörtök van.
Már még ennyi belefér. Ok, Geralt átúszik inkább. Wow. Átúszott inkább Geralt a ládán. Utáltad ezt? Ne is mond. És meg kell várni, hogy lejöjjön a vízbe. És mínusz egy kérdőjel. Egy a 120 akárhányból. Ja, én parázok picit a víz alatti témáktól így a játékban főleg, aztán bebegolt bánák, a messziségben meg ilyenek nem tetszettek, mindig féltem, hogy rászpól. Ja, értem. Akkor így van, nincs sok hátra. ...2800 métert kell mennünk. Itt voltunk, ugye itt pusztítottuk el a... ...szörnyfészket. Kérdés, hogy erre el tudunk-e menni? Jézi! Jézus! Hát nem tudunk elmenni. Ez csak egy nagy öböl. Jó, kicsit kerülünk. Jó, egy térkép kéne most. Csempészek rejteken. Muha. Egy interjúban mondták, hogy nem is akarták bejelölni őket, kérdőjelek komolyan. Gyanús nekem ez a rész. Még nincs itt semmi. Halló? Halló? Na.
Let's go! Térképet akartam amúgy nézni. Ne tudunk menni. Léci, ne támadjatok meg, köszi. Jó. Tehát értem. A térképen ez nem éppen így van felpestve. Én is utáltam, mert elég repetitív, de a 8 éves unokaöcsém mindig itt drukkolt mellettem, és a szádom. Na. Show me what you got. Ne, nem mutass hát, hogy mit tudsz. Ujj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 
Vrüm, vrüm! Lehajtuk, jól van. Ja, most már nem hiszek a térképnek, ott tudunk skippelni? Hát, van rá esély. Zátonyra futottunk egy kicsit. Majd hajót kell cserélnünk. Akkor hol tudunk skippelni? Ugye kiderül, hogy sehol. Ja, hát gondoltam, hogy sehol. Banditák a kukucskáltak itt. A parton. Csak 3200 métert kell menni. Lehet amúgy, hogy Skellig-én hagyni fogom a fenébe azt, hogy nem fast travelözünk, mert... Ha minden faluban felvesszük a táblát, akkor ugye felfedjük az összes kérdőjelet. Onnantól már van értelme hajózni. Onnantól már van értelme hajózni, de így nem sok értelme van. Még egyszer megyünk, mert kíváncsi vagyok rá, de amúgy most így nem sok értelme van. Tehát, hogy nem látjuk a kérdőjelet, így teljesen fölösleges a hajózás. Távolodsz kérdőjel? Így van, távolodunk. Így van, sajnos meg kell kerülni ezt a félszigetet.
Úgyhogy lassan, lassan közeledni fogunk. Sőt, már közeledünk is. Nem tudtuk sehol se levágni az utat. Ó, most nézem, hogy itt kell bunyózni. Megcsinálhatjuk amúgy ezt a bunyózást. És akkor legalább ezzel meg leszünk. Ja, hát az milyen jó lett volna átjönni, de hát ugye a játék nem hagytam. Ott legalább úgy is tudunk hajót cserélni. Ja, itt akadtunk el. Arin Bjorn. Waka, azt mondja, waka, waka, puk. Itt egy kovács. Vétek lenne kihagyni a kovácssal való beszélgetést. Harcos, hőszerelmes, rendkívüli filozófus. Igen, az én. Ó, milyen jó kép Geráltról! Ezt le kell fotóznom. The great master dandelion. Hey, who built you a monument more lasting than any of bronze? When next you see him, White Wolf, please convey the great esteem in which I, Sigurd, hold his many achievements. Oh, I'll be sure to tell him exactly what I think of his tales. Geralt egy tuskó. It would be a disgrace to censor such an artist. Though a smith by trade, I too do my best work in words. Ő is igyekszik helyesen bánni a szavaival. Jaj, ez nagyon jó. Gwyn, te mit szólnál, ha játszanánk? So? Let's play cards. Gwent wouldn't be bad. Ó, itt is szörnyekkel nyomják. Dermesztő fagy az nagyon jó. Azt ki kell dobnunk. Igazából kéne kémlap. Nem lett kémlapunk, ez kellemetlen. Sokszor végigvittem már, 100%-ra vártam is ezt az új update-et, de még nem ugrottam bele. Nem. Hogy. A lapokat fogunk most szórni. Hiszem benne, hogy egyszer felfogom, hogy hogyan kell gwentezni. Most nagyon izé leszek. Nekem több pontomnak kell lenni, mint az ellenfélnek, és néha hagyni kell, hogy nyerjen az ellenfél. Mármint kört, nem meccset. Amúgy most nem vagyunk jól, mert hogy ő nyomott egy kémlapot nekünk, meg ugye nincsen. Na ez most nagyon jó. Kár, hogy ott egy ötös.
Ha nem lenne 5-ös, sokkal jobb lenne. Biztos, hogy van perzselés. Biztos, hogy van perzselés nála. Ki kell játsszak egy lapot. Játsszuk ezt, mert ezt még vissza tudjuk hívni, a legendásat nem. Ez egy érdekes döntés. Na nézzük, mit szólnak ehhez. Ezt skippeljük. És nincs lapja. Az ellenfél képlapját fel tudod venni? Fel. Csak mivel az legendás, ezért nem. Szia, Jan Koneson. Én most a második végjátszásban tanultam meg, addig nekem is nagy ellenségem volt, bár én még csak 15%-nál tartok. Aha. Az volt a nagy mázlink, hogy nem volt olyan, amivel az időjárás lapot le tudja venni. És itt amúgy nagy jólót nyomtunk. Nem tudtuk elégetni sajnos vele. Villen rettenettel nem tudtuk elégetni az első sort, mert kevesebb volt a lapjainak az értéke, mint 10. Ha jól számoltam. Van innen nem ez egy kocsmáros, a Nexen 5 óta ő a legkeményebb Gwent ellenfél, komolyan. Hát még kémlapok nélkül is nyertünk most. Sőt, tudunk olyat csinálni, hogy játsszuk a vezérkártyát. És akkor elkérjük az ő villen rettenetét. Húsz korona. Necker kártya. White Wolf. Szeretném megnézni a portékádat. Hűha, igen, itt vannak a ős népi csizma. Na hát, ebből már is egyet el lehet adni. Vadász csizma. Oké. Vadász kesztyű. Igen, ezeket Skellige ünnepi papucs, az egyiket abból is eladjuk. Kék, sárga kardok azok fixen mennek eladásra. Úgyhogy ez jó menet volt. Pár napja pattan nekem a platina trófea. Nice! Nekem sajnos nem lesz minden achievement, mert nem csontzene és patakvér nehézségen indítottam. Amit utólag már bánok. Vagy nem is. A Death March az... Ja, az a Deathmatch, a csontzene és patakvér. Ezzel a Biedál. Eddig nem nagyon volt még kihívás. Halálfutam? Ja, tényleg. Akkor a csontzene és patakvér az van nekem. Jobbra kell menni. Ja, értem, miért mutat balrát. Nézzétek csak, micsoda ort a partra a tenger. Hé, te! Melyik klánból való vagy? Egyikből sem. A szárazföldre jöttem. Ebben a fogadóban csak Skellige harcosok isznak. Akkor ti mit csináltak itt? Na, most azt fogjuk csinálni, megnézzük, hogy melyik a az XP dúsabb opció.
A White Wolf, a Wise Wolf. Hát itt nem írnak semmit. Kösz. Pedig ott vagyunk. Na és hogyha másik térképet nézünk, az mondja Witcher 3 map. Skellige. Nem, itt se jönnek semmit. Én ezt a Tiva Projectes térképet szeretem amúgy. Itt csak kontraktot írnak. Ja, itt nincs semmi ilyesmi. Akkor ti mit csináltok itt? Nekem nem tűntök harcosoknak, inkább a birka pásztoroknak. Minden szkelligi harcos, még az is, aki alkoholba született. De persze ezt te nem érteted, a szárazföldön mindenki rabszolga, aki az asztal alatt kegyelemfalatért szűkülő korsomot járok, mint csorog a gazdájánál. Aki megtadja a menedéket az utazótól, szégyent hoz magára és a klányára. Mi az? Apáitok semmit se tanítottak meg nektek? Nem merész-e így beszélni az apámról, Jorund? Vagy hamarabb a főd alá teszlek. És ne feled idegen, ez itt nem kell, Troide. És mi nem vagyunk Ankrétek. Nem látjuk szívesen a vendégeket. Téged nem zavarnak az utazók? Engem az ostobák zavarnak, jöhetnek akárhonnan. Riviai Geralt, Witcher. Jorund, Sigvald fiam. Ha nincs kivel együtt innod, ülj ide mellém. Osztozzunk meg a mésőrön és hozzá egy történeten. Nekem a sokadik végigjátszásra esett le, hogy a decoy kártya nem csak kémek felszedésére jó, hanem a gyógyító kártyáimat is többször kicsapatom velem. Jaja! Bizony, bizony. Igen, igen. Megbízás Edberg fantomja. Na mikkel? Gwent, akarsz velem játszani? A game of Gwent. How about it? Mindenkit le kell győzni, srácok. Let's go. Skoyat elnyom. Sehol egy kémlap. Hát, nem tudom mi ez a kézjárás most, srácok. Pontosabban a lapjárás. Hova te elégetted a kártyáimat? Én meg a tiédet. Jó, tessék, húzunk egy ilyet. És van-e még égetés? Passzolt az ellenfelünk. Jó, ezt úgy játsszuk ki, és ezt azért így játsszuk ki, mert elvesszük ezt a lapot tőlem. Megduplázzuk, és ezt nem tudja így elégetni. Míg a kürtöt...
tehát ezt a lapot elégethetné, tönkretehetné, de a kürtünket azt nem tudja semmi se tönkretenni. De mit akarunk csinálni a kürttel? Jó kérdés. Hozunk egy ilyet és lehívjuk a tűskorpiót. Mit lép erre ő? A havekár támogatást lehívja. Nem rossz, nem rossz. Sok lapja van, nekem meg kevés. Tudunk csinálni egy ilyet. Ez kitart egy kis ideig. Elnyomunk egy ilyet. Na hát itt akkor meg már egyértelmű, hogy mit csinálunk. Ugye nem nyerhetünk. Szóval mindegy, melyiket vesszük fel. Ja, most azt csináljuk, hogy hagyjuk, hogy az enemy győzön, úgymond. Dodo, köszi szépen a 3 hónapot, és köszi, hogy a Prime-odat még mindig rám használod el. Gratula az újabb badge-edhez. Az komoly. Jó, szerencsére többet már nem tud lerakni. De mi még igen? Nagyszerű. Na, a csápost legyőztük, és csápos Dol Blatanna felderítő. Nézzük, hogy mi van a fogadójában. Mutasd, mit kínálsz. Csak különlegességek. Egy szárazföldi csavargó nem tudja megkülönböztetni a kacattól. Na hát én már most látom, hogy a magányos bolygó utik alul a húza a Spyrukhoz. Nem akarunk ilyet. Északi királyságok Thaler kártya. Egy jó kis kémlap jöhet. Az jöhet. Fúria sutyor. Jöhet. Pokolfajzat. Jöhet. Arakász. Jöhet. Te vagy már egy szőlő, Konix. Adhatnánk el piát. Adhatunk el. Mézes bödön. Jó sok piát szedtünk fel. Szerintem megértem, hogy kijöttem a Zoltános Green Quest-et, de szerencsére a Dandelion küldi után visszatért. Jaja. Most eladod őket, hogy ne tűnj alkoholistának? Én ezeket csak lootoltam. Nincs közöm hozzá. Szevasz, Bazsi.
ennyi maradhat. Ez is gyertya tartomát. Tessék. Lefosztottuk. Szia. Thanks for the service. Really warm and kind. Ez a semmi, mint amikor megiszed a piát és utána visszaiszed az üveget? Nem. Semmi ilyesmi. Egy pillanat és jövök, srácok. Elvileg mindjárt el kell intéznem egy hívást. Sajnos. Nem nagyon szokott ilyen lenni. De igyekszem, hogy nem lesz ilyen sokszor. Gyorsan elintéztem a telefont, úgyhogy már is folytathatjuk itt a kalandokat Skellige-n. Szóval igen, a csapossal beszéltünk, eladtuk, kifosztottuk őt a vagyonából, és még Gwentben is elvertük. Még gyorsan elolvassuk, ami itt van a táblán. Szia közben, vadafak, üdv mindenkinek, srácok. Rogvi elveszett a tengeren. Rogvi halászni indult, és nem tért vissza. Ha megtalálod a testét, értesíts. Báránybőr mellényt és vörössel vart nadrágot viselt. Mésőrfőzés. Én főzöm a legjobb mésőrt Art Skelligén, sőt valószínűleg az egész világon. Figyelmeztetés. Belekóstoltál az én drága hildámba? Akkor most ízled meg a fejszémet is, írja Ormur. Petúr egy szélhámos. Emberek, vigyázzatok a szélhámos Petúrral. Az ilyen bestelen söpredéknek nincs helye Skelligén. A medve zsírról, amit eladott nekem, kiderült, hogy libazsír. A villány csapjon bele, és a tenger nyelje el. Délfelé. Hinévre és dicsőségre szomjazol. Keresd meg. Délfelé hajózunk a feketék földjére. Ennek mi lesz a neve a timestampben? Ez nem fog látszódni. Ez nem fog látszódni Parfüm Collector. Megbízás. Elberg fantomja. Ha ideig eljutottál, nyilván tudsz olvasni. Olvasd hát figyelmesen. Egy lidért szállta meg Elberget, ködbe borította az egész szigetet, és kioltotta a világító tornyunk fényét. Ha félsz szembeszállni a szellemmel, maradj távol Elbergtől, mert nem vár rád sem arany, sem dicsőség, csak a halál. De ha már harcoltál ilyen fantommal, akkor tudnod kell, hogy én, Arimbjörni Jorund, neked adom minden aranyom, ha elüldözöd a szellemet klánunk területéről. El akarok vonulni, zenét hallgatni, olyan jó hangot. Olyan rendes ez a Konix. El akar vonulni, hogy mire kezdődik a WoW, vissza tudjon érni, és én meg nem tudom hagyni, hogy elmenjen. Csak egy kívó! Íme a maga a rívjai Geralt jött el, hogy szégyenbe hozzon titeket. Greetings. You know me? I've heard of you. Hallott már rólunk. But I'm sure it was unsavory. Heard you, hallottam, hogy pár viadalokat tartotok itt. Igen, jól hallottatok. Jól hallottad. Próbálj szerencsét. Kivel fogok verekedni? Who's my opponent? Curiosity's bit ye. Grimnek hívják, favágó. Tenente kocs megbambúnyózik, azzal tölti az időt. Idén megpróbálta megszerezni a bajnoki címet. De össze-vissza fecsegek. A lényeg, hogy semmi nem lett belőle. Olyan fura az arc szerkezete, mint hogyha homo korábbi homo lenne. Homo erectus? Hát valami homo, ami nem mi vagyunk. Geralt, az utazó győz!
Freya vigyel! A kedvedre való, a csihipupi és nem volt elég, Einárral is megküzdhetsz. Hetven korona ütötte markunkat. Na azért... Ha-ha-ha-ha... Ez a Geralt egy tusko, ez nagyon tetszett, srácok. Á, nagyon jó boxer ez a muzsika. Pont ma néztem még indítás előtt, hogy 240 órán van a játékban. És biztos, hogy ilyen 350-ig 400-ig lehet, hogy meg se állunk. A 400 az már zárójeles, de 350-ig biztos elmegyünk. Most tartunk ugye a játék 39%-ánál, majdnem 40%-ánál. Úgyhogy van benne még tartalom. És a kérdőjelek azok, ebben még nincsenek benne, csak a questek. Ja, itt lehet, hogy elengedem a Skellige-n azt, hogy csak, tehát, hogy gyors utazás nélkül közlekedünk. Ez tényleg sajnos addig nem tartható, ameddig nincs meg minden kérdőjelünk. Ez meg ugye minden faluba be kell menni. Úgy annyira jól néz ki, ha most ugye el tudnám rejteni egy gombnyomással a UI-t. Persze, ha átmennék a fotómódba, akkor nyilván az lenne, de annyira jól néz ki a táj. Mizu is vadafak. Jaj. Használnak-e modokat? Hát persze, azért is van kitűzve az az üzenet, hogy felkiált el Witcher modok. Witcher 3 modok pontosabban. Ha jól emlékszem, 3 mod van beállítva, de már nem most csináltam. Semmi gond, boxer. Érdez nyugodtan. Köszi Marcia linket. Ugye menni kell melózni? Hogy gondolom már túl vagytok az edzésen. What the fuck? Skellige szigetek? Add the Skellige. Na már csak 2000 lépés és ott vagyunk. Addig közben arrébb viszem itt a térképet a másik monitoron. Szemfülesek észrevették, hogy nem azzal a hajóval jövök, amivel elkezdtem az utazást. Mert menet közben ugye cseréltünk a partra szállásnál. Nem volt most edzést? Ó. Jövét hétfőn már nyomjátok. Jól van, nyomjátok nyugodtan. Helyes, hogyha van egy ilyen szokás. Ez tök jó. Itt végén jönnek bátyám még vendégségbe, és az edzés most picit hátra szól. Ilyen ez. Szevasz, akik, ahogy megy a vicserkedés? Kérlek szépen,
már átjöttünk, ott egy maci. Átjöttünk Skellige-re, és megvolt az unikornisos jelenet Yennefer-rel, azzal már megvagyunk. És most próbáljuk felgöngyölíteni a hátramaradt novigrádi feladatokat, amiket azért nem tudtunk megcsinálni, mert először Skellige-re kellett jönni, hogy a párt egyet megcsináljuk. Vagy a párt egyet, vagy a párt kettőt. Voltak küldetések, amik itt kezdődnek, és Novigrádba fejeződnek be, és vagy környéken. És vannak olyanok, amik meg ott kezdődnek, és itt fejeződnek be, és most éppen egy olyan küldét akarok csinálni, ahol egy hasonló alakkal akarunk találkozni, mint amilyenek mi is vagyunk. Sajnos ez még nincs a journalünkben. Ezt így a guide-ból néztem meg. Úgyhogy jól megy. Itt van egy őrzött kincs. Utálom ezeket a lényeket. Ha majd szedjük ezeket a kérdőjeleket, akkor az Over 9000-es modot azt felrakjuk, ugye ami végtelen lootot tehetünk az inventoriba, illetve hogyha van olyan mod, hogy ne sérüljön a hajó, akkor azt is felrakjuk, és akkor nagyon szívesen csinálok amúgy ilyen kérdőjelszedéseket, de amúgy meg annyira borzalmas. Ez a játék is jól mutatja, hogy a föld lapos amúgy. Hát nem mentünk sokat. Onyx egyébként. Hoppá, micsoda muzsikaváltás lett, ez tetszik amúgy. Ja, hát mondjuk még itt se volt lehet, ez így van. Tudjátok mit? Rögtön oda megyünk. Van olyan mod, amit olyan nem sérül a hajó? Na hát akkor az nekünk való. Nem sérülős hajó és végtelen inventory. Ez akkor nagyszerű élőlény. Elvileg már mindjárt ott vagyunk. Jaja. Ó! Egy erős kanyar. Szia, Ben! Köszi, hogy itt voltál. Szép napot neked. Hú, de sötét lett. Húspiac. Végezz a kalózokkal. Kövesd a kalózt a vezéréhez. Na várjál, hát ez akkor nem is így indítjuk ezt a questet? Ne. Most újra be kell töltenem. Ne. Azt mondja, hogy Rothheimbe kell menni.
Francba. Itt meg már mentett a küldi. As Jennifer of Vengerberg told it, there had been a magic explosion in Skellige. Related to Ciri's reappearance, a figyelmben van egy küldi, ami szerintem kimaradt, mert nem is kérdőjeles és nem is Skellige-en lehet összeszedni, és a listádon se látom, de nem mondok semmit, majd megemlítem, ha már kész a Novigraddal. Na, kíváncsi leszek, Parfum Collector. Kíváncsi leszek. Jó, oké. Tehát azt mondja nekünk a játék, szerencsére mentett, hogy az útról menjünk oda. Mármint nem a játék mondja, hanem a quest guide. Remélem. Aha, igen, oké, jók vagyunk. Ó, hát itt vagy, nem ismerem a módszeredet, de nálunk, ha beleegyezel valamilyen munkába, nem illik várakoztatni az embereket. Miféle munkába? Ó, hagyd ezt az idióta titkolózást, erre nincs időnk, az a Nilfgaardi fickó. Vili azt mondta, ide küld valakit az áruért, menj és viselkedj! Sajnálom, mert nem az vagyok, akinek hiszel. Rendben. Azt mondjuk neki, hogy rendben. Na, tehát. Megszoktam már, hogy barátom bizarr és megdöbbentő dolgokba botlik, de ami Feroén történt vele, még az én eltompult érzékeimet is felrázta. Az egész akkor kezdődött, amikor besétált egy kis tengerparti faluba, ahol Nilfgaardinak nézték. Ezt a küldetést szerintem én nem csináltam korábban. Majd elmondom nektek, hogy miért a későbbiekben. Trotheim. Jók azok a kardok, én jobban szeretem a csatabárdomat. Ezt nevezette minőségi árvonak, ez egy rohadt víz. Supa csont és bőr mindegyik. Hallottam, hogy rám vársz. Mi van az áruval? Néhányat le kellett nyugtatni, de komolyabb sérülések nélkül elintéztük. Szívós szigetlagok jól fognak szolgálni. Nagyszerű, Vili nem szereti a selejtet. Biztosan Vili küldött. Én olyas valakit vártam, aki jobban Nilfgaardi. Üzletelünk vagy sem? Egy hatalmas napot várt el a mellem közepén, az elég Nilfgaardi lenne neked? Rendben, nem kell felkapni a vizet, az áru készen áll. Nem szeretem, amikor az emberekre áruként hivatkoznak. Leszarom, mit szerezt, elosztod a pénzt, amiben megegyeztünk? Már kifizettem. Na nézzük. Nem tudom, hogy... Képzeljétek, ha fizetek 500-at, azért több XP jár. Hát akkor már kifizettem. 50, tehát hogy ez 50 XP, az meg 40. Hát akkor nem fizetek 500-at. Te meg vagy zavarodva, mert fizettem, most csak az áruért jöttem. Ó, igen, már emlékszem. Már csak szállítóeszköz kérdése maradt. Ideig mi hoztuk őket, innen te veszed át őket. A legjobb, ha behajózol az öbölbe. Csak add ide a cella kulcsát, és aztán lábon fogod hajtani őket, egyedül? Aki elesik, ott hagyom. Vili csak az erőseket akarja. Rendben, itt van. Csak ne gyere sírva, a pénzedért elfutnak. Mostantól a te tulajdonodat képzik. Rabszolga hajcsár. Nyomunk egy mentést. Ragyogó érc. Hát micsoda lootok vannak itt a rabszolgás. Rabszolga hajcsároknál. A küldetés nevét, hogyha van parfüm kollektor, azt amúgy nyugodtan leíratod. Az
szerintem nem spoileres, hogyha te is úgy véled, és akkor én majd rá tudok nézni stream után, hogy azzal mi a helyzet. De amúgy igen, Novigradban maradtak, még kiküldik. Az viszont meglep, hogy a listán nincs rajtam. Ez egy nagyon jó hely. Keményített fa. Amúgy tényleg érdemes eladni az alkoholt, mert úgyse használjuk. De láttam, Bazsi nem akarja eladni. Bazsi, te kiállítanád őket, mi? Igen, ide kell jönnünk. Jó, meg vagyunk. Hopp, 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 nem, még nem. Most már az enyémek vagytok mind. Figyeljetek és engedelmeskedjetek. Aki nem ezt teszi, levágom akár egy kutyát, megértettétek? Kövessetek. Vezess ki a rabszolgánkat a Kalósz faluban. Tehát eddig ez 2 nő, 3 nő, 4 nő és 2 férfi. Szabadok vagytok, menjetek nyugat felé, hamarosan elértek egy faluba. Köszönjük, Witcher, köszönjük még egyszer. Húspihac frissítve. Húspiac teljesítve. Szerzett tapasztalati pontok 2. Érted? És visszamennek. Visszamennek, de ostobák. Hát most ezzel mit lehet csinálni? Kiszabadítom őket, srácok, a kalózoktól, és visszamennek. Ezt hogy is hívják? Valami szindróma. Szóval az egész akkor kezdődött, amikor besételt egy kis tengerparti faluba, ahol Nilfgaardinak nézték, és ezt egyre érdekesebb fordulatok követték. Geraltot egy Stockholm-szindrómának hívják, azt hiszem. Geraltot egy helyi banda főkonoposához kísérték, ahol kiderült, rabszolgakereskedőnek vélik, aki élő portékáért jött. Geralt úgy döntött, meghagyja a kalózokat a tévedésükbe, hogy kiszabadítassa fogjaikat. Stockholm, azaz Melvin bácsi. Én nem értem, mik ezek az XP-k? 2 Skelligén, aki ezt kitalálta. Hát ez ugye úgy van, hogyha használnám ezt, hogy skálázódjon minden a szintemhez, akkor ez is jó XP-t adna. Viszont akkor az ellenfelek erősebbek lennének. Ugye én itt már bőven túl vagyok szintezve, 24-esként. 24-esként egy 12-es questnél már nem nagyon kapok XP-t. Úgyhogy, ja, én csak azért kapok ilyen keveset, mert hogy ugye kis szintű a küldi. Nem, 12-esnél nem 2-t kapunk. 12-es, ha 12-es szintű vagyok, akkor 50 XP jár érte amúgy. Ami amúgy elég jó, azon a szinten. Úgyhogy minél távolabb vagyunk egy questtől, így szintben, annál kevesebb XP-t kapunk érte sajnos. Mondjuk nem tudom, mi baj lenne az, hogy itt is 50-et kapunk érte. Pontosabban 40-et, mert a nehézség miatt
Nem kapunk 50-et, csak 40-et. Na, megcsináltuk ezt a questet, és most jöhet a második fele a questnek. A Following the Thread, pontosabban, ha minden igaz, ez a küldetés amúgy fel is van nekünk véve, mondom is, hogy mi az. Forró nyomon. Ha minden igaz. Pillanat. Flash. Flash for sale. Nagyon jó. És most jön a Following the Thread. Nagyon jó. Ez az. Novigrad mi? Hoppácska. Szóval azt mondják, hogy Following the Thread Novigrad legmocskosabb és leghírhettebb nyomor negyedében, a Koldus negyedben a Witcher megbízást kapott egy szörnyeteg megfékezésére, mely a sötétség leple alatt véres gyilkosságok sorát követte el. Akkor még nem sejtette, hogy a mocsokban fogant történet egy úrilagba fog véget érni. Na és hát ugye mivel ez egy másik placon van, nem Skellig, én ezért fast travelözünk. But finding me proved no simple task, for having fallen afoul of Novigrad's underworld bosses, I disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. With the help of our friends, Geralt managed to free me. Good thing too, for indeed I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad. Pursued by bandits, then cornered by the Temple Guard, she had disappeared in a flash of light and a gust of heat. Where to? This I did not know. Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Utána néztem, jól állunk. Nem szenvedhetjük erre felé az ilyen kóbor népeket. Well, got a beast you need someone to get rid of? I'm here about the notice. Supervisor Lund posted it. Yeah, a beast wants the. Egy bestia uralkodik a határban és embereket öldös, ezért szürkület után már nem ismernek elmenni. Otthonról úgy félnek. Beszéltek ezzel a fő intendánssal? Milyen kár, hogy nem fogad kérelmezőket? Csaki szempontosan mi a feladata? A városi tanács nevében segélyeket osztogat. Talán én elkaphatom ezt a fenevadat. Akkor jobb lesz, ha sietsz, már egy másik fickó is utána kajtat. Valaki már leszerződött, de ki? Nem láttam a fickó, csak azt mondták, hogy feltűnt valami bátor bolond. Látta valaki ezt a rémet? Nem, csak hullák maradtak utána. A fenevad csak éjszaka bukkan fel, és elszigetelt áldozatokra csap le. Hol csapott le a szörny utoljára? Pont a múlt éjjel. Hubert koldus volt, de derék ember. Néha nap én is hagytam, hadd aludjon meg a pajtában. Abban ott, jobb kézre. Justank még nem jött el a hulláját, ott fekszik, ahol rátaláltam. Ég veled! Tehát egy másik valaki felvette ezt a kontraktot, és ugye hát szörnyölésről van szó. Nem egy Frieder vagy Garkin ejtette ezeket a sebeket. Oké, és tehát erre lehetne menni. Itt hol a bejárat? Hol lót? Még lót?
És még loot. Vér, de nem emberé. A szörny megsebesült. Minden vért kiszívtak belőle. Egy kisebb vámpír volt. Keressük meg a környéken portyázó szörnyet. A nyomok itt élnek véget, a túloldalon is meg kell nézni a nyomokat. Witcher érzékeit segítségével keresd meg a helyet, ahol a szörny kijött a vízből. Mindjárt. Patkányhullák, egy csepp vér sem maradt bennük. Egy ekimara lehetett. Az ekimara itt kijött a vízből, további nyomokat kell keresnem. Geralt, óvatosan, nagyon erős! Lambert! Yeah! Greetings, Lambert. Üdv, Lambert! Fenébe is, jól látni téged, farkas! Úgy döntöttél, Novigradba jössz vadászni, amennyire emlékszem, nem szeretted ezt a várost. Most se szeretem, de egy bizonyos ügynek a végére kell járnom. Merre jártál, miket csináltál? Tulajdonképpen elég sok mindent, elég jó bevételem volt Lan Exterben. Megkértek, hogy vadászak le egy óriást, akiről kiderült, hogy egy erdei troll és néhány bandita. Bandita? Egy csomagban voltak a trollal. Kell segítség ebben az ügyben? Amit említettél? Talán, de erről majd később beszélünk. YouTube-ben a jutalmat. Nekem kis és sietős. Mondjuk ne szolgált el a felére, vagy mi az ördög. Gyerünk! Let's go. Még egy Witcher, ő már a második. Mármint a harmadik. Vezemir. És a random macska iskolás után. Mi kis mit gondolsz? Azt tettük, amit tennünk kellett. Ideje, hogy fizessetek. Várjátok, itt megkeresem a főintendást, előkerítem a jutalmatokat. A logikával felesleges vitázni, menjetek be. Azt mondta neki Lambert, hogy maradjon az ajtóba, nem kell elhagyni a posztot. Tipsi tapsi, tipsi tapsi. Elbántunk a dolg szörnyetegével, a jutalomért jöttünk. Két Witcher? Mióta utaznak azok párosával? Rengeteg veszélyes egy magányos Witcherrel, például a banditák. Javaslom, válts hangnemet! Hol van Yad Karadin? Beszélj! Yad Karadin. Kicsoda? Hidd nekem, Geralt, ez most fontos. Van valami, amit tudnom kell. Semmiféle Karadin nem ismerek, vigyétek a pénzeteket és tűnjetek innen, mielőtt még kijövök a sodromból. Hol van Yad Karadin? Utoljára kérdem. Őrség, tömlődsz be velük! Gyere, csapj meg! Várjál, segítek!
Mindjárt kiderül egyébként, hogy mi a kapcsolat el között, a küldi között és az előző között. Hamarosan. Ahhoz kulcs kell, az nem nyílik. Ezzel a fickóval több a baj, mint az Ekimarával. Karadin eltűnt, esküszöm, a többiek is. Csak Viniről tudok. Vienről tudok. A hétmacskába iszik-e éjjel-nappal? Látod? Tudsz te segíteni? Mi az ördög ez, Lambert? Mindent meg tudok magyarázni. Hamarosan újabb bőrök jönnek. Most menjünk, találkozzunk majd a hétmacskában, ott mindent elmesélek. Tavernában, amit Vienne látogat. Bizony, viszlát ott. Nagyon rejtélyes eddig ez a küldetés. Na menj már, hát egy olyan kardot tudtunk lótolni, aminek az a neve, hogy a farkas. Wow. Hát instant mentés. Mennyire menő már. A White Wolf. A Wise Wolf. Jasz, kész. Hát a farkaskard az mennyire jó már. A fehér farkas megkapja a kardját. Ez nagyon jó. Na nézzük csak meg. Itt, ahol ránk süt a nap. Farkas. Nem rossz. Jóféle. Ja, jól néz ki. Tetszik az a keresztvas. White Wolf, Wise Wolf. A hét macska itt van a sarkon, szóval pikpak meg leszünk. Na jól van, nagyon itt az ideje, hogy elmagyarázz pár dolgot. Miért ölted meg Lundot? Mi ez az egész? A rövid vagy a hosszú változatot szeretnéd? Mindent hallani akarok. Volt egy barátom. Aidennek hívták. Volt barátod? Kibaszottul vicces. Nem sokkal azután találkoztam vele, hogy elfogadott egy megbízást, hogy megtöri az Elengadi Ogre átkát. Aiden bérelték fel, hogy végezzen fel, a macska iskolájához tartozó Witcher volt. És hogy sikerült? Ha jól emlék, az Ogrét a végén megölték. Bizony, miután kibelezte a megbízómat, nem nagyon maradt más választásunk. Alkút kütöttem Aidennel. Egyesítettük erőinket és egymás között osztoztunk az Ogre megölésének vérdíján. Azután sokat dolgoztunk együtt. Meg kell valljam, ő volt a legjobb, akivel valaha is találkoztam. Mármint téged is kedvelek, tudod, de mégsem lehet hasonlítani hozzám. Wow. És mi történt velem? Nem olyan régen Aiden leszerződött, hogy felold egy átkot. Egy herceg lányának átkát.
Már kezdettől fogva a politikától bűzött az egész, és akkor még nem szóltam a macskaiskola Aya iránti gyűlöletről. Lényegében bérgyilkosok lettek. Aiden nem ilyen volt. Na mindegy. A herceg egyes udvarancainak más tervei voltak. Nem mindegyük lelkesedett azért, hogy feloldják az átkot a herceg elsőszülöttjéről. Ezért egy csapat kiképzett orgyilkos rajtaütött Aidenen és megölték. És a mi kedves főintendásunk volt az egyik. És Yad Karadin az orgyilkosok vezére, aki a halálos csapást mérte. Sajnálom Aident. Nem kell az együttérzésed, csak a segítséged. Beszélnünk kell Viennel, most arra már eleget vedelhetett. Gyerünk! Vien. Mit akartok? Yad Karadinnal akarunk találkozni. Ha-ha-ha, és ugyan miért segítenék nektek? Mert a dühösek leszünk, ha nem teszed. Mert szépen kérjük. És mit kapok érte? Most kezdetek, meghívlak egy sörre, aztán meglátjuk, mennyire értékesek az értesüléseid. Most látom, csak nem működik a Tobi, pedig be van kapcsolva. Karadin bandájába tartoztam, de mikor volt már ez? Nem tudom, hol találjátok meg. Összerúgtam a port a többiekkel. Mellesleg már nem is jár össze a régi cimborákkal. Az a hír járja a városban, hogy megváltozott. Hogy érted, hogy megváltozott? Megszakított minden régi kapcsolatot. Már nem vállal apró cseprő gyilkosságokat. Valahol rejtőzik. Nyilván valami nagy dobásra készül. Kik voltak Karadin cimborái? Rajtam kívül. Celis, Hammond és Lund, de ők is szétszóródtak a világban. Celis Tretogorba ment, Hammond Skelligére. Lund pedig... Lund halott. Hihihi, végre emberére akadt. Hát akkor már csak Hammonddal vagy Celisszel beszélhettek. Nálad volt a gond? Na, akkor jó. Mármint, hogy az nem jó, hogy nálad volt a gond, de örülök, hogy nem én szúrtam el valamit. Miért léptél be közéjük? Mi a te történeted? Skoyatel. Az alakulatot megtizedelték, így beálltam Karadinhoz. Sose bántak velem egyenrangúként. Nem. 100 lépésről egy verebet is eltaláltam, de sose voltam elég jó Karadinnak. Mindig annak a picsa Celisnek kedvezett. Részletél Aiden a Witcher meggyilkolásában? Lehet, nem emlékszem. Mesélj Hammondról. Egykor Karadin jó keze volt, amikor a banda feloszlott, visszament Faróra, ahonnan származik. Most kalózkodik. És még a Jarl is tiszteli. Geralt mérül olyan pózva, mint akit megszállt az ördög. Gondolom azért, Gerépan, mert nehezek a kardok, és így kicsit könnyebb lennie, mint hogyha simán ülne. Gondolom. Vagy nem az ilyen előrehajolásra gondolsz? Mit tud Celisről? Ő jól boldogol. Egy bordét vezet Tretogorban, amelyet gazdagok látogatnak. A szajhák kiszívják belőlük az értesüléseket, aztán eladják. És mi a neve ennek a bordénak? A Fekete Lilium. Celisnek mindig is szörnyű ízlése volt. Ja, amúgy lehet, hogy fenyegető akar lenni. Igen. A banda többi tagjáról beszélj, fel akarjuk keresni őket. Ez a nő nem tud semmit, beszélnünk kell Hammonddal és Celisszel. Ne keressétek Karadint, ha megérzi, hogy a sarkában holtok, szemrebenés nélkül végez veletek.
Majd meglátjuk, ami meg téged illet. Igazából azt nézem, hogy nem kapunk se XP-t, se aranyat, úgyhogy tedd azt, amit helyesnek látsz. Itt nincs helye erkölcsi prédikációnak. Csak egy valami rosszabb a idegvérű gyilkosságnál, az álszentség. Kémek, fagygyűlölök, besugók. Milyen? Ezer ördög és pokol? Mi van? Eljöttek értem, Varem? Mondtam, hogy eljön majd valaki előbb-utóbb. Basszus. Segíts el, Geralt. A legjobb lesz, ha szétválunk. De hajolsz Kelligére és próbálj meg valamit kiúzni Hammondból. Én Tretugorba megyek, ott találkozok Celisszel. Ez a azt a leányzó hol tartotta azt a kardot? Biztos az asztal alatt volt. Előbb beszélnünk kell. Lambert, let's talk about this. Ne, ne beszéljünk. Ez egy olyan helyzet, olyan komoly helyzet, amikor nem teszel fel fölös kérdéseket, csak segítesz egy barátodnak. Hol találkozunk, mikor visszajöttem? A sehol fogadóban. Basszus, én már nem is emlékeztem, hogy Lambertet így megmutatja amúgy a game. Mármint, hogy én erre a küldetésre abszolút nem emlékeztem. Na, azt mondják, hogy... Azt mondják, hogy ne menjünk Trottheimbe. As Yennefer of Vengerberg told it, there had been a magic explosion in Skellige. Related to Ciri's reappearance, it had destroyed a vast swath of forest. Geralt set out for the Isles to join the sorcerers and seek further clues of Ciri's whereabouts. Ez ott Lambert magad, nem is figyeltem. Én csak arra emlékszem, hogy Lambert szerepel egy küldi be, még Kaer Morhen előtt, de arra nem, hogy ilyen hosszú küldi láncot. Ja, ez nekem se rémlik, én ezt tuti nem csináltam. Jó, nem félelt egyetlen egy küldünk sem. Nem lehet, hogy ez valami új küldi? Nem. Nem, ez nem új küldi. Csak ugye... Nem, ez nem új küldi. Sőt, egy részét meg is lehet amúgy csinálni. Ezt a részét, amit most csinálunk, ezt meg is lehetett amúgy csinálni. Konkrétan kontraktot ad, és azért könnyű észrevenni, hogy van egy ilyen küldetés, de ez nekem nem rémlik. És úgy lehet bebukni ezt a küldit egyébként, hogyha... Wow, ott egy troll. Szóval, hogy félelni fog, hogyha
elkezdjük csinálni az Ugly Baby nevezetű küldetést. Aki tudja, tudja, hogy ez mit jelent, aki nem, az pedig majd meglátja. Jó pár küldetés van, ami így, ami ilyen vízválasztó küldetés, és egy csomó questet elérhetetlenné tesz. Úgyhogy én most próbálok úgy haladni, hogy mindenünk meglegyen. Keresd meg Hammondot. Na de várjál. Ja, értem. Mit akarsz itten? Hammondot keresem. Minek? Üzleti ügyben. A napnak ebben a szakában a dombi kápolnában imádkozik. Ha rabszolgákat akarsz venni, meg kell várnod, míg végez. Nem tudtam, hogy Isten félő ember. Ez nem olyasmi, ami meglepi azokat, akik ismerik. Another snoop. You know the drill. Alacsony szintű küldéket kénytelen vagy később megcsinálni, különben elszalasztasz néhányat. És erre semmi nem figyelmeztet a játékban. Ez ilyen. Ez ilyen. Kíváncsi vagyok, hogy mi a másik opció. There had been a magic explosion in Skellige. Related to Ciri's reappearance, it had destroyed a vast swath of forest. Geralt set out for the Isles to join the sorcerers and seek further clues of Ciri's whereabouts. Igen, itt volt fast travel pont, de direkt nem jöttünk ide, mert ha ide fast travelezünk. Ha ide fast travelezünk, akkor nem tudunk beszélni a kalózokkal. That's it, Roach. Mert ugye, mint látjátok, már most is ellenségesnek mutatta őket a játék, viszont így, mivel ugye már beszéltünk velük, ismernek. Így triggerelődik ez a cinematik. What do you want? I'm looking. Jó, és akkor azt mondjuk. Jó, visszajövök. I'll be back. Hát nem írtam ki a kalózokat, hogyha nem muszáj. Nem vágom, hogy miért támadtak rám. Lehet amúgy az lenne a legegyszerűbb, hogyha kiírtanám. Ja, hogy úgy érted, hogy elteleportáltak az őrök. Miért nem rabszolga kereskedők? Nem kér ilyet tőlünk a játék, és ugye mivel direkt megcsináltuk a questet, ezért... amúgy meg lehet őket ölni majd, hogyha ezt a questet megcsináltam. Valakinek a rabszolgánkat is el kell adnia. Tenger istenei, sosem sajnáltam tőletek az ajándékot. Adjatok még egy győzelmet, hogy ismét felajánlassam nektek zsákmányomat. Ne is törődj velem. Bassza meg, most meg mi van? Karadin bandájába tartoztál. Mondd már, mit akart Sezbeg? Gyerünk, kivelete segnyaló fattyú! Jed Karadin, hol találom?
I'm looking for Yad Carradin. És te ki a pokol vagy? Egy barát barátja. Karadint keresem, és azt hiszem, talán köthetünk valamiféle alkut. No csak, az ügyleteink nincsenek pár novigradi pöcs ínyére? Gyerünk, mire vártok? Végezzetek a pöcs fejjel! Egy francos varázsló! Ez nagyon vicces. Hey! Hú, mekkora átrepültünk. Azt hiszem az Irdent nem szereted. Elegáns levélpapírra írott levél. Hammond, azt hiszem legutóbbi személyes találkozónk során világosan fogalmaztam. Nem kívánok több továbbá kapcsolatban maradni veled, és különösen nem akarok üzletelni veled. Kétségem nincs afelől, hogy a vállalkozás, amelyet ajánlottál, jövedelmező lehet. Ezzel együtt, hogy egészen egyszerűen fogalmazzak, hagyjál ki a számításból. Számos más vásárló is létezik Novigradban. Aranyművesek, ékszerészek és luxus cikkeket árusító kereskedők például. Én nem kívánok részt venni ebben. Akárhogy is döntesz, sok sikert kívánok. Tekintsd ezt a levelet végső búcsúmnak. Találkozz Lamberttel a Sehol fogadóban. Olyan, mint hogy... Oké, még ott vannak. Csak most nem jelzi őket a játék. De ott vannak a kalózok. De fura. Mert fura, hogy rám támadtak. Nem is erre akarunk menni. Most a jó, most a jó. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ott hagytuk a kalózokat, a rabszolgakereskedőket. Ott hagytuk a rabszolga, a kereskedő kalózokat felírva. Köszi! Menj már, keszek! Hát mi van veled? Na végre. A vízen építik meg a hajókat. Van olyan szerintem.
Van olyan, aha, hogy a vízen építenek hajókat. But finding me proved no simple task. Legalábbis nekem rémlik olyasmi, hogy vannak olyan okok, amikor ott építik meg. Szia, Blade! Sadly, she was no longer in Novigrad. Pursued by bandits, then cornered by the temple guard, she had disappeared in a flash of light and a gust of heat. Where to? Találkozz Lambert-tel a sehol fogadóban. Szerinted billentyűzettel vagy kontrollál jobb ez a játék? Én inkább kontrollás vagyok, de ezt a játékot sokkal inkább billentyűzet ajánlják. Szerintem én végigjátszottam a játékot először egér billentyűzettel, akkor még nem voltam a kontroller nagy barátja. De így, hogy már jó pár éve ismerkedek a kontrollerrel, így szerintem nagyon jó kontrollerrel ez a game. Van benne target lock is, szóval hogyha éppen kell, akkor az is opció. Az meg, hogy beletették a quick castot, tehát hogy nyomok egy olyat, hogy R2, és utána bármelyiket meg tudom nyomni, és nem kell itt innen varázsolgatni, hogy akkor most mit akarok, hanem van quick cast, így hogy megnyom az R2-t és nyomom a varázslatokat. Nagyon kényelmes. Szerintem nagyon kényelmes a kontrollerrel a Witcher 3. Én most már úgy játszom egy jó pár órája, mármint amióta kijött a Next Gen update, és rohadt jó. Mi neked volt már, hogy 3 év után tönkrement a fejesed? A jobb oldali nem szól sajnos. Nem. Nekem ilyen nem. Nálam általában a bőr megy tönkre a füleseken, Blade. Sajnál. Úgyhogy szerintem Pók Balázs, nyugodtan nyomd kontrollerrel. Azt, hogyha mégse adja, akkor meg váltatsz egérbillentyűzetre. Mondjuk, hogyha az a kérdésed, hogy hova venn meg inkább PS-re vagy gépre, vagy Xbox-ra vagy gépre, hát akkor ebben nem tudok segíteni. De hogyha PC-re veszed meg, akkor még mindig tudsz váltani. Mármint, hogy tudsz váltani, hogy most kontroller vagy egérbillentyűzet. Milyen rádiós hangon van? Na, ez amúgy jó. Dead Drogon, közi szépen. Mármint, hogy megnyugtató, köszönöm szépen a visszajelzést. Régen sokan mondták, hogy van egy furcsa input lag kontrollerrel. Oh. Nekem teljesen jó. Így a játék, ahogy van. Mi az ördög tartott eddig? Nagyon valószínű, hogy Karadin Novigradban él, és hogy sose szakította meg a kapcsolatait Hammonddal. Még most is közösek az ügyleteik. Én is megtudtam valamit, hogy élő áruban utazik. Van egy hajója a parti gyöngy, amivel innen Skellige-ig jár. Nevet is változtatott. Most Roland Truger, aki hivatalosan köztiszteletben álló novigradi kereskedő és emberbarát. Gildorfban él. Rendelned kell egy újat? Hát, sajnálom, Blade. Sajnálom. Nekem volt ilyen bajom, megtört egy kábel a jack tövénél, levágtam a jacket és forrasztottam rá egy újat, azóta jó. Na. Ennyi, Marci. Ennyi. Egyébként megtaláltam azt a novigradi questet a listádon, amit említettem, csak a neten két címen van említve, és én a másik címmel kerestem rá, még nincs kipipálva. Nyugodtan leíratod a nevét, Parfüm Collector. Ha nem spoileres, mármint hogy nincs benne, hogy nem az a küldetésnek a neve, hogy öljük meg Sirit, vagy valami ilyesmi, érted? Szóval nyugodtan, hogyha olyan átlagos neve van, akkor nyugodtan leíratod. A Tone and Tone. Na nézzük. Novigrad, Oxenfurt. Ez szinte, hogyha láttam volna. Igen. Azt nem csináltam meg, mert ugye azt a Now or Never alatt lehet csak megcsinálni. Jaja, azt néztem. Azt néztem. Jaja, azt meg fogjuk csinálni.
Azt meg fogjuk csinálni. Mi van Celis-szel? Hát te nem ott volt. Hát nem voltál ott, hogy felszólja az érdekében. Tehát ez azt jelenti, hogy megölte. Látogassuk meg Karadint. Azt hiszem tudom, hogy otthon van egy tervem. Már vártunk titeket, fáradjatok be! Helyezzétek magatokat kényelembe. Ez egy Witcher. Bizony igaz. Hadd mutassam be a hitvesemet, Letishát és a két kis söpségemet. Tudjátok, ki vagyok, és én is hallottam rólatok. Sokat kérdezősködtetek utánam. Az mindig felkelti a figyelmem. Te melyik iskolából jössz? A macska iskolájából elég kevesen maradtunk. A Witcherek meddők, hát igen, nekem is ez volt az első gondolatom, amikor mutatta, hogy van felesége meg gyerekei. A Witchereknek nem lehetnek gyerekeik, de gyámoljaik igen. Vagy vegyél el egy nőt, akinek gyerekei vannak, és nem vedd őket a sajátodként. Ó. Oh. Hogy lett belőled kereskedő? I could understand a Witcher becoming a hired assassin, but a merchant? Miért is ne? Nincs köztünk egy se, aki ne álmodozna arról, hogy megváltoztatja az életét. Én pedig nem álltam meg az álmodozásnál. Azt mondják, nem volt még Witcher, aki ágyba halt meg. És én akarok lenni az első. Azt még majd meglátjuk. Lambertnek beszélni valója van veled. My friend needs to talk to you. Fiúk, vigyétek ki a gyerekeket és Letishát, és hagyjatok magunkra. A vendégeink szólni akarnak velem. Csupa fül vagyok. Te beszélj vele, Geralt, mert ha én teszem az első szó után, amit mond, megfojtom a pöcs fejed. Szép a házad. Kiderült, hogy van érzékem a vállalkozáshoz. Most már elég pénzem van, hogy a családomnak jobb dolgokat is biztosítsak az életében. És még jótékony. De igen, tehát hogy még adakozik is. A felesége tud a múltadról. Teljesen őszíték vagyunk egymáshoz, nincsenek titkaink. Minden nap imádkozik értem, és tudod mit? Szerintem használ. Mi a büdös franc? Nyugalom, Lambert. Mindent bevallottam neki, mielőtt hűséget esküdtünk egymásnak. Aznap új életet kezdtem, tiszta lappal. Emlékszel egy Aiden nevű Witcherre? Elenderben gyilkolták meg, és azt hiszem, a gyilkosokat búsásan megfizették. Emlékszem rá, ahogy az összes többire is. Méghozzá a legmélyebb bánattal. Bár Aiden némileg más volt, híresztelések ellentétben nem mi terveltük ki a megölését. Kénytelenek voltunk ezt tenni, mikor ránk támadt. Aidenről beszélj, mondd el, hogy szerinted mi történt. Aiden aláírta a szerződést, hogy megtöri a herceg lányára mondott átkot. Elvette a pénzt, elfuserálta a dolgot, aztán azonnal lelépett, mikor a lány meghalt. Hazudsz! Nem megölni akartuk, adóbehajtók voltunk. Addigra már elköltötte a pénzt, így a kardjait kértük. Mikor nem adtam, elszabadultak az indulatok. Vienna, aki a mesterlövészünk volt, elvesztette a hidegvérét. Egyenesen szem előtte Aident. Később aztán kiagyalt egy saját változatot a történetekről, gondolom, hogy megnyugtassa a lelki ismeretét.
zárjuk le az üldözést. És most mi lesz? Hűha, megváltoztál. A bűnbánatod, Talmi, ez nem tudom mit jelent. Elkésett a bűnbánatod. Békén hagyunk. Hát a Lambert nagyon dühös lesz. Igazából azt írja, hogy nincsen igazi következménye ennek a questnek. Nem lesz hatással a jövőbeni interakciónkra Lambertnál, tehát tök mindegy, hogy hogyan döntünk. Ha a jövőbeni gameplayünket nézzük, mivel ez csak egy random arc, Lambert pedig egy fontos szereplője a játéknak. Jobb lesz úgy visszaemlékezni, ha megpillantjuk őt, hogy segítettünk rajta, mint sem, hogy hagytuk cserben. De amúgy szerintem megváltozott a csávó, és amúgy nem is nem csak az, hogy megváltozott, hanem hogy igazából mondjuk, hogy ez egy ilyen világ, igazából ő nem rosszat cselekedett, hanem védte magát, meg teljesítette a feladatát, persze ott is hagyhatta volna az egészet, szóval én, tehát a békén hagyunk, amit mondtam volna, de hát elkésett a bűnbánat. Maybe you've changed. Maybe not. To me and Lambert, it doesn't matter. You killed Aiden. Megölted Aident. Bazd meg az új életed. Nem hiszem, hogy kapsz második esélyt. Oh. Do what you want, Lambert. A te barátod, a te bosszod. Na, tessék. Hosszú ideje várok már erre. Én pedig nem akarok meghalni. Az komoly. Felraktam a sírdemet, azt meghalt a csóka. Kösz a segítséged, Geralt. Eir Lithrad. Kaptunk egy ábrát. No. See you later. Someday. So long, Lambert. Can we talk? What about? Ever play Yeah! Persze, még vezemet is próbáltam megtanítani, de kiderült, hogy nem megy a fejében. Miért kérdez? Benne lenni egy gyors partiban? Játszunk. Itt lesz az egyik. Bőgni fogsz, mint egy csehszopó, mire végzek veled. Igazából embert így is úgy is segítségén fogja fel életben. Szoktam hagyni, mert megváltozott, de... az X-létel szerint mégsem olyan szent, mint látszik. Ja, hát... az komoly. Mi ez a béna kézjárás amúgy már megint? Jó, hát akkor én azt mondom, hogy egy álca mehet. Mert a tiszta idő is. Na, odaadjuk neki ezt. Szóval, hogy Lambert nem tűnik olyan rendes csókának amúgy. Ellenfelünk passzolt. Igazából ezt a hármat lerakjuk.
Nice. Jó, szia, Krippet Marci. Ja, mi jövünk? Nagy spoiler elárulni, hogy miért nem akar a Szent Lambert? Na. Ez a Witcher 3-ba derül ki? Mert hogyha nem a Witcher 3-ban derül ki, akkor jöjj te Karadina? Na, mondjad, Turin. Ja, te is rejtetted? Na, hát akkor mondjátok, srácok. Hogy Lambertről derül ki. Ó, ez gond. Na, mennyit tudunk lerakni? 12, 19, 21. Ellenfelünk elpasszolt. Hagyjuk neki, hadd nyerjen. Kezdünk egy tízessel. Azt ugye nem tudja elégetni. Jó döntés volt. Két perzselése maradt a tagnak. És most jöhet a megalázás. Köszél, hú, el se hiszem, hogy meg kell szabadulnom ettől az egyedi kártyától, de inkább te vidd, mint valaki más. Asszem. Régi haverok, frissült. Triss Merigold. Hogy eltűnjön nekem itt Lambert. Ó, megcsináltuk. Can we talk? What about? Nem változtál. You haven't changed a lick. That disappointment I hear? Csak nem vagy csalódott? No, nem, talán kicsi meglepett. A legtöbb embernek a korral megjön az esze. Nálad, mint a fordítva lenne. Nem véletlenül mondogatta anyaga, hogy más vagyok. Használta más jelzőket is, de inkább maradjunk. A más... Yeah, take care. Másnál. Na. A mékas tárgyat már nem tudjuk elrakni. Szóval tanultunk egy receptet. És ott lakott a Witcher, most már ezt is tudjuk. Jaj. Mi is voltam, hogy a küldinek a neve? Fű, basszus.
A húspiac volt, amit ezelőtt csináltunk. Hát, talán. Forró nyomon. Aha. Na. Novigrád kikötője mellett Geralt összefutott régi fegyvertársával, Lamberttel, akit az előbbi jókora döbbenetére nem az elmokfutó Ekimara Verdia hozta a városba. A feltáró jellegű beszélgetést késletette, hogy a Witchernek a megbízót is eráncba kellett szednie. Mikor tanulják meg az ilyenek, hogy nem ajánlatos hivatásos fegyverforgatókkal jól megszolgált bérükből kiforgatni. Mikor Geralt végre eldiskurált Lamberttel, kiderült, hogy egy barátja a Witcherek macska iskolájához tartozó Éden gyilkosait keresi. Kiderítette, hogy a bérenceket egy bizonyos Jant Karadin fogadta fel. Geralt elhatározta, hogy segít Lambertnek, és vele együtt haladt tovább a bosszú ösvényén. Kiderült, hogy a szörny egy Ekimara, de ez mellékes. A lényeg az, hogy Lambert is rávadászott. A legértékesebb pedig az, amiért vadászott rá. Azoknak a bérenceknek a megbízóját kereste a városban, akik megölték a barátját. Hűseink egyenként végeztek a bérgyilkosokkal, és végül megtalálták a felbújtójukat, Jet Karadint is. Lambert és Geralt végül megtalálta ezt a Jet Karadint, aki fégyűző körülmények közt élt, és semmi sem különböztette meg novigrádi jeleseitől. Mármint az kivéve, hogy valaha a macskaiskola Witchere volt. Meglepő szívélyességgel fogadta pályatársait otthonában, bemutatta őket feleségének Leticiának és két örökbefogadó fogadott gyermeküknek. Az ezt következő beszélgetés során megpróbálkozott a lehetetlennel. Igyekezett eltéríteni a két hivatásos gyilkost a Péli szándékától, hogy bosszúból megölje őt. Azt állította, hogy más ember lett és esküdött rá, hogy nem fog fegyver többé. A késő bánat tipikus esete az életével lakolt bűneiért. Na hát, úgy néz ki, hogy ennek a küldinek vége. A forró nyomon úgy kapcsolódik a húspiac küldihez, a rabszolgatartókhoz, hogy a rabszolgatartós küldit már nem lehet megcsinálni, hogyha ezt a küldit elkezdjük. Ennyi a kapocs. Én azt hittem, hogy több kapocs is lesz. Illetve meg tudom nektek mutatni azt, hogy. Azzal, hogy most Lamberttel tudtam gwintezni, ezzel. Tehát, hogyha kaptunk egy Trismeri goldosat, akkor hogy maradhatott kettő Novigrádba? Itt valami nem stimmel, srácok. Itt valami nem stimmel. Na majd ezt össze kell hasonlítanom, mert most ugye kaptunk egy Trisses kártyát, és... azt írja, hogy Novigrádban még kettő maradt. Bár akkor ezek szerint volt egy Kermoreni? Lehet, hogy volt egy Kermoreni. Mert hogy amúgy Lamberttel nem itt lehet először játszani. Mert hogy nem csak itt lehet majd játszani. Na mindegy. Akkor nem ez volt az egyik a lapok közül. Azt majd meg kell nézni, hogy mi az az utolsó kettő lap. És akkor összeszedetten ezt meg tudjuk nézni. És ott van a Trisses kártya. Tudom magamra vigyázni, bíz bennem.
semmilyen különleges lap vagy képesség nem hat rám, tehát ez egy 7-es hős kártya. A semminél jobb, szegény Triss nem fogjuk használni, mert én csak 10-esekkel játszom. Legendás 10-esekkel. Na jól van, skacok. Eddig jutottunk a mai nap. Meglegyezték Geráltot. Yennefer-rel egy kicsit tovább vittük a küldit. Megvolt ez a bizonyos unikornisos jelenet. Illetve találkoztunk végre Lamberttel is. Bizony. És a hozzá kapcsolódó questet, illetve questeket is megcsináltuk. Főküldés alatt mellékküldet is csináltunk, illetve hátra maradt Novigrad és környéki questeket is csináltunk. Azt nézem amúgy, hogy Novigradban még mindig vannak feladatok. Így van. Ez a valami bűzlik Redániában, ez még ehhez még arra vár, hogy Yennefer-rel beszéljünk. Elvileg Yennefer-rel is lehet beszélni, hogy ezt a küldit így megnézzük, hogy milyen. Tehát így azok lesznek az opciók, hogy beszéljünk Yennel, beszéljünk Triss-szel, és még mindig döntetünk, hogy mi legyen a Megascope kristállyal. Tehát tudunk beszélgetni a csajokkal, illetve Radovinnak is lehet mesélni. Itt ezt azért nem haladtam vele, mert Yennel is szerettem volna beszélni erről a Megascope kristályról. A most vagy soha helyett inkább átmentünk Skelligére, már nem emlékszem pontosan, hogy miért, de majd meg akarom nézni, hogy mi a helyzet a most vagy sohával. Aztán... Érj is ki, hogy Fergus a Mester Kovács. Szerez Kovács szerszámokat Unvikról. Na! Kovács szerszámok kellenek, ugye ezt a küldetést, ezt szintén ezt velem bekezdtük. Úgyhogy ezt is majd meg tudjuk csinálni. A fekete gyöngyszemet szintén Novigradba kezdtük, és Skellige-be fogjuk befejezni, vagy legalábbis ott is haladunk velem. Unvik ura, itt vannak a mellékküldetések, amiket kaptunk így menet közben. Einhardtot is le kell majd győznünk, itt a családi penge, tolvajok tanyája, illetve Hermiontól el kell nyernünk egy egyedi lapot, de ami még jobb, hogy egy quintes küldetéssel is végeztünk a régi cimborákkal. Nagyszerű. Hol követem a küldetéseket? Felkiáltójel Witcher 3 lista. Úgyhogy jól haladtunk, jó pár Skelligei küldét kaptunk. Alig várom egyébként, hogy ezekkel a mellékküldetésekkel haladjunk majd Skelligén. Azt már kevésbé várom, hogy a kérdőjeleket onnan eltüntessük, de végre ugye Skellige, és végre felgöngyölíthetjük a hátra maradt veleni, novigradi, Oxenfurt és ezeknek környéki küldetéseit. Amik amiatt nem haladtak, mert először át kellett volna mennem Skelligére. Yeah! Remélem, hogy élveztétek, srácok. Jövő héten folytatjuk.